Köszöntök mindenkit a Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület nevében, itt az Óde Egyetem Albaregia Műszaki Kargeo Informatikai Intézetében. Azért gyűjtünk itt össze, hogy egy légi térképészeti és távérzékelési témákról egy kerekasztal beszélgetés keretében megbeszéljük a fontosabb műszaki és jogi kérdéseket, amik érintik szakterületünket. Szeretném az elején bemutatni a kerekasztalon személyesen itt levő résztvevőket. Kezdeném dr. Siki Zoltánnal, a Budapesti Műszaki Egyetem általános és felső geodéziai tanszékének oktatójával, aki a Magyar Mérnöki Kamara geodéziai és geoinformatikai tagozatának az elnöke. Dr. Bakó Gábort, aki a Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület társelnöke, igazságügyi szakértő, aki több száz repülőgépes és UAV platformos felmérést, valamint kiértékelést végzett az elmúlt évtizedben, úgyhogy számítunk az ő szakértelmére. Szeretném bemutatni dr. Habib Molnár Andrást, az Óbudai Egyetem rektor helyettesét, egyesületünk szakmai bizottságának tagját, aki szintén körülbelül 500 repülőgépes és UAV platformmal végzett projektet végzett el az elmúlt években. Túloldalon dr. Tóth Zoltán, a kar oktatója, aki szintén végez pilóta nélküli légijárművekkel repülést. Dr. Busis Györgyöt, aki a kar korábbi dékánja, szintén UAV tesztmezőn végzett tevékenységben végzett számos munkát. Dr. Engler Pétert, aki a egyesületünk alapítója, a GEO korábbi oktatója, ő is számos légitérképészeti tevékenységet végzett pályafutása során. Ő volt a fotogrammetriai tanszéknek egyik vezető oktatója itt a GEO-ban, és a tesztpályán is nagyon sok fontos feladatot végzett. Farkas Zoltán, aki a Magyar Mérnöki Kamara geodézi és geoinformatika tagazatának elnökségi tagja, ő nagymúltú földmérési tapasztalattal rendelkezik, úgyhogy ő ezért van ma velünk. És Balázsik Valéria, aki szintén a GEO fotogrammetria oktatója, egyesületünk szakmai bizottságának tagja, aki szintén a pályafutása során rengeteg fotogrammetriai kiértékelést végzett, illetve UAV validációval is foglalkozik. Akkor első körben szeretném átadni a szót most Bakó Gábornak, aki felvezetné a milyen menüponttal kezdenénk meg ezt a mai eseményt. Köszönöm szépen, Máté. És hozzátenném azt is, hogy köszönjük a befogadó intézménynek a lehetőséget, és a kamarának is, a kamara két tagozatának a részti lehetőséget, és még hozzátenném, hogy Parag Dénest is köszöntjük, aki most személyesen nincs itt, de online ő is bekapcsolódik ebbe a beszélgetésbe. Ő is már túl van azon, hogy 100-nál több felméréshez készített ráadásul platformot, tehát ő gyakorlatilag hordozó eszközöket is készít, ugyancsak, mint Molnár András. És hogy miért vagyunk itt, ezt is kiemelném. Nos, azért vagyunk most itt, mert az egyesületünknek az elmúlt 5 évben, ugye 2015-ben alapult az egyesület, az a tapasztalatunk, az elmúlt 5 évben nagyon sok félreértésre derült fény, ami a légi térképészeti termékek megrendelését illette elsősorban, és a műszaki átadás kapcsán is. Ezek a problémák túlnyomó részt a megrendelők tájékozatlanságának voltak betudhatók, viszont hozzátartozott az is, hogy a segédanyagok hiányából következtek, valamint tehát részben a vállalkozók tapasztalatlanságának is köszönhető, hiszen a vállalkozók száma az elmúlt 5 évben radikálisan megnövekedett, mert most már olyan platformok is megfizethetővé váltak, amelyekkel ez a szakterület kezd nagyon radikálisan kiszélesedni. Ezért a célunk az lenne, hogy pontonként végigmenjünk azokon a terméktípusokon, termékcsoportokon, amelyek a légi térképészeti témakörbe beletartozhatnak, és ezeknek a passzív ágazatával kezdenénk, és örülnénk, hogyha a passzív légitávérzékelésnek a termékein legalább át tudnánk jutni a mai napon, és szeretnénk az energiabefektetés szempontjából a kicsit olyan nagy felé haladni. Ez lenne a tematika, amit itt Mátékkal és Lennert Józsefékkel elgondoltunk. Gyakorlatilag az első pontunk az a digitális felvételek megrendelésének műszaki paramétereit fogná össze. Azokat a műszaki paramétereket, ami alapján egyértelművé válik egy adott terméknek a minősége, a miensége. És itt az első és legfontosabb téma, hogy azokról az alap légi felvételekről, mind formátumban, mind felbontásban, mind dinamikában beszéljünk, amelyekről a beszerzésekről, a megrendeléseknél legyen a megrendelő egy magánszemély, egy cég, vagy akár az állami szférából bárki, le tudja fektetni azokat az alapokat,
hogy azt kapja, amit elképzelt. Mi nem szeretnénk ennél többet most itt. Nem szeretnénk meghatározni határértékeket. Nem szeretnénk semmi konkrétumot ezzel kapcsolatban, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a felbontáson túl azért más paraméterek is relevánsak lehetnek. Úgyhogy az első pontban a digitális légifelvételek megrendelésének műszaki paramétereinek írtuk ezt meg a körimélben is. Felvetném azt, hogy felvetnénk néhány fontos paramétert, ezeket megvitatnánk, hogyha ez így rendben van, és utána pedig megkérném a hallgatóságot mind online, mind pedig a jelenlévőket, hogy a további paraméterekről is beszélgessünk, amiket még ők a szakmai tapasztalatuk során amivel találkozni szoktak és fontosnak tartanak. Hát kezdjük ezzel az ominózus felbontással, amit azért a laikusok is ismernek. Egy nagyon fontos útmutatás lenne az, hogy mi az a felbontás minimum, amit a 21. századnak a második dekádjában, tehát 2020-ban gyakorlatilag javasolni lehet. És hogyha javasolni lehet, akkor ezt ki lehetne terjeszteni arra is, hogy van-e olyan oldalarány, ami a fotogrametriát már kockázatossá teszi. És arról is kéne majd beszélni, most csak felvezetvén ezt a pontot, hogy a felvételeknek, a képfelvételeknek nem csak felbontása, hanem dinamikája is létezik, és hogy itt is meg lehetne segíteni úgymond a leendő szolgáltatókat és a megrendelőket, hogy ezt műszaki paraméterekkel tudjuk alátámasztani. Tehát akkor kezdjük is szerintem a felbontással, nem tudom, egyetérte a hallgatóság, és itt ezt közkérdésre bocsátjuk most, hogy mi az a legkisebb telepi felbontás, amit, és most beszéljünk szépészeti képekről, ferdetengelyű felvételekről, látványképekről és dokumentációs felvételekről, valamint majd a későbbiekben esetleg ortofotó alapot jelentő átfedő felvételekről. Itt most álljunk meg a légi fényképeknél, hogy mik azok a minimum paraméterek, és mi az a meghatározható minimum, amit javasolni lehet a résztvevőknek. Itt átadom a szót egy kicsit megint Máténak. Én még annyit tennék hozzá, hogy azért is nem csak ortofotóról beszélünk, vagy ehhez készülő nadir felvételekről, mert például, hogyha egy építészeti munkához, vagy valami örökségvédelmi feladathoz egy modellezést végzünk, vagy bármilyen egy ilyen felvételt, akkor azokhoz nyilván nem nadir képeket készítünk, viszont itt is nagyon fontos, hogy ezeknek milyen lesz a felbontása, hány megapixelről beszélünk, milyen szenzorméretről, milyen képdinamikáról, mert ezek nagyon sok geometriai és radimetriai torzulást vihetnek be egy végtermékbe. És hogy mi lenne az az ajánlás, ami minimum. Az érdeklődést és beindítsam a gondolatokat. Tehát például egy DJI Phantom 4-essel, hogyha 30 méter magasságból készítünk egy felvételt, akkor ott kezdjük elérni nagyjából az 1 cm-es terepi felbontást. Ezt nem mindenki tudja kiszámolni, és most nyilván a megrendelők nem, de a szolgáltatók sem mindig állnak tisztában ezzel az értékkel, pedig illene. Hogyha ezt veszük alapul, akkor nagyon sokszor fordultak már hozzánk olyan problémával, hogy egy épületet szerettek volna lefényképezni, és ott a cserepek azok különböző színűek voltak. És az erős fényvisszaverés és hatások miatt ugye a felvétel tetején, a tető az fehéren világított, az épület talaja meg árnyékba burkolózott. Ez egy dinamikai probléma, tehát ez már nem a felbontásnak tudható be. De más esetben szerették volna látni azt, hogy milyen növényfajok vannak egy területen. És a felbontás ezt nem tette lehetővé, mert azokat a morfológiai jellemzőket a textúra nem oldotta föl. Ilyenekre gondoljunk most, és mindenki a saját szakterületén, a saját emlékezetébe ásson bele, és gondolja végig azt, hogy melyek azok az eszközök, amik jelenleg a digitális technológia mellett gyakorlatilag biztosítani tudják kellő szakismeret mellett azokat a feltételeket, amikre ez az egész módszertanhoz szükség van, mert most jelenleg a jelenlegi ajánlásokban, amik nagyjából 10 évvel ezelőtt íródtak, 200 megapixel körül van ez meghatározva. Ezt nyilván túlzónak tartjuk, hiszen, hogyha belegondolunk, így nagyon sok megrendelő elesik azoktól a költséghatékony lehetőségektől, amikor kis területet nagyon nagy geometriai pontossággal fel lehet mérni egyszerűbb eszközökkel. Itt a Geon is ugye DJI drónokkal dolgoztak, de hogy ne csak egy márkát említsek, így ezek a csupaszárnyi eszközök is, amiket kipróbáltak itt, a különböző trimble eszközök, Leica, stb. Most el kéne sorolni az összeset, mert ebből is belekavarodtam. De a lényeg az, hogy ezek mind kiesnének ilyen szempontból, holott nagyon jó minőségű adatokat szolgáltatnak. Jó, akkor ezt tennénk először közkérdésé, és nézzük meg, hogy online van-e hozzászólás esetleg, vagy van-e jelentkezés, aki még nincs. Jó, rendben. Ezt visszahelyezem. Péter. Lehetsz bekapcsolni? Nem, már megbe van. De van? Jó, bocsánat. Amikor a felbontásról beszélünk, bármilyen felbontásról,
Én mindig máshonnan közelítem meg ezt a dolgot, és figyelmetekbe ajánlanám. Az, hogy milyen felbontások legyenek a felvételek, azt alapvetően az határozza meg, hogy az a termék, amit nekünk elő kell állítanunk, ott milyen pontossági igények vannak. Ez szerintem alapvető fontosságú, mert ha valamihez 5 centi pontosság elegendő, akkor nem fogunk ott centiméterezni, de hogyha valami centiméter pontosan kell, akkor olyan eszközt és olyan kamerát kell hozzá választanunk, ami azt a pontosságot tudja. Tehát ezt a kettőt én mindenképpen párhuzamba állítanám. Azt, hogy ezek az eszközök milyen felbontásúak, ezek a szenzorok szépen folyamatosan változnak, javulnak, egyre nagyobb felbontású, minden kisebb pixel méretek lesznek, de azt is tudjuk, hogy azért itt a felvételezés körülményei is nagyon befolyásolják a képanyagnak a felbontását, távolság, stb. Nagyon sok tényező van, és ezért én inkább a pontosság felől közelíteném meg. Lesz ilyen is, hiszen ugye menjünk majd tovább ortofotóra, pontfelőre és egyáltalán. Most ebben a pontban gyakorlatilag csak azt szeretném kérdezni, hogy és hogyha nem tudom, hogy nincs hozzászólás, vagy ha lesz hozzászólás, akkor annak alapján módosítva majd ezt az egész történetet, hogy ha valaki kér egy digi felvételt egy szolgáltatóból, akkor nyilván határozza meg azt is, hogy milyen legyen ezeknek a felvételnek a részletessége. Ez kétféleképpen közelítheti meg terepi felbontással. Ezt nem fogja tudni, hogy nem fog tudni, hogy termékben meghatározni. Ezt ki lehet számolni, de ez nem divat sajnos jelenleg. Ezért mikor korábban erről beszélgettünk, volt egy ilyen elképzelés, hogy 19 megapixel lehet, tehát hogy 200-ből azért jól lenne lejjebb vinni ezt a limitet. És 19 megapixel az, ami már igazából a konzumer drónoknál, konzumer Huawei-ként pontosan visszaszerűen fogalmazva, már igazából elérhető, nem csak a csúcs kategóriában. És egy ilyen két felbontás, nagyon sem terepi felbontásról beszélek, ez nagyon lényeges. Tehát nem ez határozza meg majd a részletességét egy ortofotónak például, hiszen a képek számával is, hogyha lejjebb repülünk, vagy utótávolságot megnöveljük, akkor azt lehet javítani. De ezzel már viszonylag hatékonyan lehet dolgozni. Tehát amikor valaki szeretne belépni erre a piacra, és szeretne szolgáltatást nyújtani, és pályázatból vagy máshonnan van, erre van pénze, és felhív minket, hogy mit javaslunk, akkor jó lenne egy olyan konszenzusos véleményt alkotni, amit a szakmagyakorlók adnak ezeknek az embereknek. És hogyha valaki szeretné ezt rögzíteni, hogyha ő mondjuk szeretne fényképeket kérni egy adott objektumról, legyen ez egy épület, vagy valamilyen természetes képződmény, akkor milyen felbontású kamerát használjanak ott, akkor nem azokhoz a javaslatokhoz nyúlna hozzá, ahol 200 megapixelben van ez minimalizálva. Andrásnak átadom a szót. Akkor várjuk meg az online jelenkezőt. Jó. Tóth István az online jelenkező, jól látjuk? Akkor szervusz István, akkor kérnénk, hogy szóljál hozzá ez a kérdéshez, ha... Mert mind nem halljuk. Itt kellene valamit csinálni esetleg, Zsolt? Akkor addig András nyugodtan. Így van, szerintem is. Péterhez azért csatlakoznék, mert következő a probléma. Most itt ugye nem ortofotokról beszélünk, és akkor a terepi felbontás fogalmát 10 emberből 3 nem ismeri, de lehet, hogy több. Viszont a megrendelő szeretne valamit, az én tapasztalatom is az, és akkor inkább onnan közelíteném meg, hogy a megrendelő mondja meg, hogy a képen milyen részletességgel kíván látni valamit. Tehát nagyjából egy pixel az mi az, amit lefedjen. Mert lehet, hogy ő szeretne egy rendszámot látni, és akkor ezt én már tudom, teljesen mindegy, milyen hány megapixeles szenzorral fogok dolgozni. A magas mindent úgy fog megválasztani, hogy az látható legyen. És akkor neki nem érdekes az, hogy milyen kamerát alkalmaztam, neki az az érdekes, hogy a képen az az információ megjelenik-e. De ezt nem tudja megfogalmazni se terepi felbontásban, ráadásul egy normál fotónál ugye ezt nem is nagyon lehet értelmezni, hanem meg részletességben sem, hanem ő szubjektív módon el tudja mondani, hogy szeretném látni, hogy megszámolni a cserepeket a tetőn. És onnan nekem már tudnom kell a szakmabelinek, hogy akkor milyen minőségű képeket kell adjak, és ő egyedül azt fogja megnézni, hogy az ő igényeinek ez megfelel. Tehát innen közelíteném meg, azért mondom, én egyetértenék azzal a megközelítéssel, hogy a megrendelő mit szeretne, és ahhoz igazítom a technológiát, a technikámat.
Jó, nagyon szépen köszönjük, és itt adnánk át a szót akkor Tóth Istvánnak. Halló, szervusztok! Szervusz István! Én, mint a földmérést a gyakorlatilag a repülésbe belehozó, vagy fordítva, elkezdtem kísérletezni a piacon kapható egyik legkisebb gépek egyikével, egy Mavic Minivel, ami egy 12 megapixeles szenzorral dolgozik, és az egész eszköz nincsen 25 deka direkt. Az eddigi tapasztalatok alapján 18 méterről 1 cm-es felbontást tud készíteni. Most nyilván a minőség az nagyon sokat számít a megapixel-megapixel között, de ez a felvétel ez olyan zajos lesz, hogy azért ugye nyilván a pénzünkért azt kapjuk, ami ilyenkor dukál. De maga a terepi felbontás az 18-20 méterről 1 cm-es, illetve följebb nem is nagyon engedném szegénykét, mert el is fúj egyszerűen a szél. Viszont ez az 1 cm-es felbontású fénykép már alkalmas akár geodéziai felmérésekre is, mert maga utána mérés után hozza azokat, amiket akár a nagy gépen lévő nagy szenzorok, még így ezzel a zajjal is. Nekem itt annyi lenne a kérdésem, hogy nézted-e, hogy ez a zajosság, ez mennyire befolyásolja a geometriai pontosságot, vagy ennek az ellenőrzése, mert nyilván az egyik legfőbb mérvadó, hogy a végtermékünk az a megrendelés pontossági követelményeinek megfelele. Hát ha sík területről van szó, akkor gyakorlatilag semennyire. Tehát ha egy úgy felületről, vagy mondjuk egy elősen szemcsézett felületről van szó, akkor gyakorlatilag a zaj nem játszik szerepet a minőségben. Mert mondjuk az adott pontról készülhet akár 10-12-18 fotó is. Igen, de itt mindegy valóban a termelékenységet is figyelembe kell venni. Tehát azt gondolom, hogy te, mint gyakorlott felmérő, én úgy megfordítanám a kérdést, hogy úgy ítéled meg, hogy egy 12 megapixeles felbontású eszközzel, hogyha eltekintünk az eszköznek a szélre való érzékenységétől és minden egyébtől, tudnád termelékenyen dolgozni? Tehát a te tipikus munkáid legyenek azok, hát én ismerem a te munkáidat egyébként, úgyhogy könnyű nekem föltenni ezt a kérdést, de akkor mondjuk azt, hogy ez a pár száz méteres területátfogású, egy nap alatt fel kell dolgozni mondjuk mit tudom, 4-5 hektárt, erre te tudnád operatíve alkalmazni a 12 megapixeles kamerát, vagy pedig ezt nem ajánlanád akkor? Nem csak, hogy tudnám, alkalmazom is. Értem. Jó. Tehát itt ilyen körül beszélek, hogy mondjuk szűk területen lévő cső, mondjuk egy üzemterületen lévő vízvezeték csőnek a felméréséről, ahol nem működik a GPS. Én ugye a földmérő szemről közelítem meg a dolgot. Tehát gyakorlatilag ez a része működik, és hozza is azokat a pontossági követelményeket, mert visszamértük. Jó, nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük a hozzászólást, és ebből is látszik azt, hogy mennyire jó, hogy itt vagytok, mert hogy igazából nagyon jól látni azt, hogy ilyen kis eszközzel is akkor végül is vannak olyan speciális szituációk, ahol még külön jó is jön, hogy a kicsi a mérete az eszköznek is egyáltalán. Jó, köszönjük szépen a hozzászólást. Akkor folytatnánk házamból, és Balázsik Valériának adnám át a szót. Tehát, hogy amikor térbeli objektumok, meg terep, hogy itt azért van némi zavar ebben a történetben, hogy mi lenne a nem terepi felbontás, hanem geometriai felbontás rezetménybe. Lesz, mert hogy ez így egyértelműsíti az érdeklődőt is, és mindenféleképpen egyértelművé válhatna a megrendelő és a vállalkozó között a egyhangúság. Tehát, hogy ki mire gondol, hogy a tetőnél szeretnék egy centit, vagy a talajon szeretnék. Hát elég nagy elvárások ezek sajnos a mai világban a megrendelőhöz képest, tehát, hogy értem, hogy ezek ilyen módon tisztázható kérdések, mert a tetőszinten meg a talajon nem jön össze ugyanaz. Persze, természetesen. Jó, akkor haladjunk tovább, tehát a felmentést azt. Jó, bocsánat. Én csak annyit tennék hozzá, hogy a ferdetengelyű felvételeknél az még hatványozottabb, mert lehet, hogy nagyságrendi különbség van a kép különböző részein lévő terepi felbontásba, de hát mindenféleképpen azt nem lehet megkérdezni a megrendelőtől várhatóan, hogy mekkora a terepi pixelt akarna,
hanem azt kell mondani, hogy mi az, amit fel akar ismerni. Igen. Tehát ő szeretné látni, hogy az a jelzőtáblán mi van, vagy ő a villanyoszlopokat szeretné nézni, vagy esetleg egy építészek gyakran használnak ilyet, hogy ferdetengelyű felvételből ő látja ott a környezetet, és akkor bele tud tervezni valamit, vagy el tudja dönteni, hogy valami beleilleszkedik. Ott a terepi felbontásnak például minimális szerepe van. Tehát azért én nem hangsúlyoznám, de nagyon sok alkalmazásnál a 19 megapixel alatti látványként alkalmazott képeknél teljesen jók. Tehát egy ilyen éles határt inkább ott húznék meg, hogy térképészeti célra, akkor ha nem térképészeti cél, akkor én nem tudok mondani egy határt. És azt látom, hogy a jelenlévő, és valószínűleg a mely bejelentkezők szempontjából is ezt elmondható, gondolom, nem tudom, hogy állunk, hogy ez egy, ebben konszenzus van most itt. Tehát ezt akkor alapul vehetjük, hogy ezt a megrendelő meghatározhatja, de igazából ajánlást ehhez kiadni nem érdemes. Jó, tovább haladunk. Rátérünk a dinamikára. Ez viszont már egy olyan dolog, amit a megrendelő is, meg a szolgáltatók is nagyon kevésszer vesznek sajnos figyelembe mostanában. És itt, itt a legtöbb ajánlásban azt találtuk, hogy valahol egy ilyen 12 expozíciós elvi érték az, amit minimumnak szoktak szabni már a sima fényképkészítésnél is. Tehát amikor fogja magát egy szervezet, és rendel légi felvételeket magának bármiről, akkor elvárja azt, hogy az ég, tehát hogy felhők is látszanak, és mondjuk a fák is zöldek legyenek, és ne feketék. Most, hogy leegyszerűsítsem a kérdést, akkor ezt bizonyos fényképező eszközök már lehetővé teszik. Na most, hogyha a konzumer drónokat nézzük, konzumer ruhavéket nézzük, akkor ők is teljesítik már ezt az értéket. Egy tükörreflexes vagy egy műlc fényképezőgépnek ez pedig már gyerekjáték, a mérőkamerákról nem is beszélve. Tehát igazából itt kéne elgondolkozni azon, hogy van-e valakinek egy határérték javaslata, amit konkrétan meg tudunk vitatni, vagy pedig figyelembe vegyünk más leírásokból valókat. Ugye mi ennek előzetesen ezt a 12 EV értéket találtuk itt, hogyha ehhez lenne hozzászólás, azt nagyon örülnénk, hogyha kívülről vagy itt az épületen belül esetleg. Valim? Következő fajtájával, a spektrális felbontással. Ugye, nem tartunk ott. Még nem tartunk ott, de mondjuk, hogy növényzet, hogy az árnyékban lévő növényzet, ugye, hogyha van infra sávban képrögzítés, akkor az már biztos, hogy közelebb visz a felbontáshoz. Igen, de annak is kell, hogy legyen dinamikája. Tehát ez most hát, itt, amiről most beszélünk, az 350 nanométertől 1100 nanométerig értendő. Tehát a dinamikát nem lehet elvárni ilyen szinten, például egy UV felvételezéstől, vagy például egy hőtérképezés, nem is beszéljünk róla, meg bolométerek és egyéb, de ezen a tartományon belül az infra felvétel sem lesz jó, ugyanúgy, ha nincs meg a dinamikája. Tehát, hogy van egy szenzorom, és ugyanaznak a szenzornak a szűrőzése más, és mellé teszem, és azzal készül egy infra felvétel mondjuk, ebben az esetben annak sem lesz meg a dinamikája, hogyha rosszul exponálok. Ugye a dinamika az két dologtól is függ, a fényképezőgépnek a teljesítményétől, és attól, hogy helyesen választjuk meg az expozíciót. Hogyha azt nem helyesen választjuk meg, akkor a legjobb fényképezőgéppel is lehet rosszat csinálni, de hogyha már úgy küldjük ki a szolgáltatót, hogy nem az a megfelelő eszköz van a kezében, ami minimálisan ezt teljesíteni tudhatja, akkor bizony a fáknak a teteje fehér lesz. A fáknak az alja meg fekete minden faj esetében, és ott lehet infra, bármi ezen nem tud segíteni. Tehát a dinamika az egy alapvető dolog, ami Magyarországon eléggé alul van hangsúlyozva, úgy veszük észre. És ez mind így van az útmutatók esetében, mind így van a gyakorlati tapasztalatban is, hiszen erre nem térnek ki a vállalkozási szerződések, amiket vizsgálni kell utólag sajnos, mert nem elégedett a vevő. És itt pont az árnyékok miatt, ez azért is fontos, mert hogyha valami piaci szereplő rendel meg egy ilyen terméket, akkor ő szeretné azt, ez nem tudják ők ellenőrizni, hogy az mennyire lesz ezáltal fontos. Ezért kéne ezt egy szakmagyakorlóknak javasolni, vagy ajánlani, hogy milyen minimumokra kell odafigyelni, hogy ez az a végtermék. Mert nyilván az összes fényképet, ami készül egy ilyen UAV-s felvételezésnél, azt egy piaci szereplőnek nem lesz leadva. Nem is tud vele mit csinálni, nem tudja feldolgozni, ellenőrizni, és azért fontos azért ezt valamilyen módon meghatározni, vagy ami iránymutatást adni, hogy amíg az, hogy 0,4 megapixeles DV minőségű felvételt már senki nem rendelne meg, ez sajnos még a dinamikára nem igaz. Mert itt nem értik az emberek, többsége nem érti, hogy miről van szó. Holott valójában arról van szó, hogy hány fényérték hibát visel el egy felvétel, és valójában a 12 EV-s értékre láttuk ezt legtöbbször kikötve, hogyha esetleg valaki más a tapasztalata, vagy úgy gondolja, hogy ez kevés vagy sok. Ja, jó, bocsánat. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy ez kevés vagy sok, akkor jelezze. A
külső bejelentkezők szempontjából meg kell érzékletessé tenni ezt a kérdést. Egy Mavic vagy egy Phantom, ez már hozza ezt az átfogást. Tudjuk azt, hogy az se sokkal jobb, mint egy mobiltelefon felvétele, egy jó mobiltelefon felvétele. Tehát ez nem egy nagyon szigorú megkötés. Ez azt teszi lehetővé, hogyha lefényképezünk egy felületet, ahol nincs ilyen kifejezetten csillogó, tükröző, visszaverő objektum, akkor azon lehetőségünk legyen arra, hogy a sötét és világos objektumok is részletgazdagok legyenek jó expozíció mellett. Na, ehhez akkor ezt az elkövetkező 2 percet ezt ennek szentelnénk, hogyha ez van hozzászólás esetleg. András, neked? Csak megismételni tudom magam. Megint az én tapasztalatom az, hogy most beszélünk szakmát képviselők arról, hogy akkor hogyan kellene ezt csinálni, és használunk olyan szavakat, kifejezéseket, amit mi értünk, vagy közülünk néhányan értik, vagy egyikünk már, de az átlagember, a felhasználó nem. Ő mit fog látni? Vesz egy felvételt, megrendel, és akkor azt mondja, hogy szép legyen. Odaadom neki, nem erre gondoltam, mert neki nem szép, ez szubjektív. Tehát mi egész addig, amíg nem mérésről beszélünk, ami exakt egy mérnök számára, ami 1 + 1 = 2, és ezt nem kell vitatkozni, addig ez egy szubjektum. És akkor mondhatunk mi mindenfélét, hogy dinamika tartomány ilyen legyen, olyan legyen, egy a lényeg, valami olyasmit kell megfogalmaznunk, hogy a megrendelő számára ez elfogadható legyen. Ez nehéz, úgyhogy én az egészet külön választanám. Én azt mondanám, hogy válasszuk külön a szakmaspecifikus méréseket, amik kimondtam mérések, és válasszuk külön, ahogy te mondtad, a szépészeti és mindenféle ilyen egyéb, és ide tartozna még az is, amikor egy tájépészethez egy hátteret lefotóznak, és oda beillesztenek tervezett épületeket, hogy ez majd hogy fog mutatni. Mert ott is inkább a szubjektív benyomása fontos, nem pedig a pontos méretek és pontos dinamika tartomány felbontás. Úgyhogy én itt különbséget tennék, és akkor ehhez a témakörhöz gyakorlatilag szinte csak azt lehetne mondani, hogy a megrendelő előzetes megbeszélés alapján letisztázott igényeknek kell. Vállalkozási szerződés, igen. De itt számokat mondani nagyon nehéz. Ez szerintem egyféleképpen lehet itt különíteni. Egyrészt éppen azoknak, akik esetleg felvételek előállításával foglalkoznak, és nem kellő mélységgel ismerik ezt a kérdést, azoknak valami ajánlás, táblázatos formában, ebben ezt lehet elérni. A másik, a megrendelőknek azt lehet javasolni, hogy kérjenek egy mintafelvételt, vagy egy mintamunkát, egy előző munkából egy mintát, mert akkor azt a szubjektumot, hogy nekem nem elég zöld a fű, mondjuk. Ad abszurdum, a megrendelőnek ez lehet a legfontosabb szempont. Jó, szerintem átérhetünk inkább a szakmai ez mindjárt indukál is egy problémát. Tehát én szerintem viszont azt lehetne megfogalmazni, hogy az átadott anyagok csak is natív anyagok lehetnek. Tehát nem szabad azt megengedni, hogy egy vállalkozó elkészíti a felvételeket, majd Photoshop-ban megigazítja és odaadja a megfelelő dinamikai tartományt, ugyanis ezek már bevitt hamis információk rendszerbe, és akkor mindenféle egyéb problémát belehoz. Tehát én például ezt mondjuk kizárnám az ilyen típusú megrendelés teljesítéséből, hogy utólagos képkorrekciókat alkalmazzak a felvételeken. Ez mondjuk nehéz, mert mondjuk ugye, hogyha van egy megrendelés, ahol egy szép képet szeretnének, mondjuk pontosan egy tervrajz hátteréhez, és mondjuk a felvételő berendezés egy drón, aminek a fényképezőgépen nem sokkal jobb, mint az enyém a telefonomban, akkor ott, tehát nem láttam még olyan átadott felvételt, ahol nyers képet adtak volna át, egy nem igazsági szakértői célra átadott felvételből, nem bírósági felvételből, tehát akkor ezt meg kell jegyezni, hogy egyébként igen, lesz egy ilyen pont, később pont a felmérési anyagok kapcsán, hogy mi az, ami manipulációnak minősül, és mi az, ami nem, de pont az, amikor egyes felvételeket átadnak valakik, csak azért, mert készítenek egy szép képet. Én nem nagyon láttam még az interneten olyan felvételt, amihez nem nyúltak volna hozzá, pont azért, mert egyszerűen most, hogyha egy tükörreflexes fényképezővel fényképezel, és tökéletesen beállítod, és a szituáció is olyan, tudsz olyan képet csinálni, hogy nem akarsz hozzányúlni utána, de drónnal még nagyon kevés ilyet láttam. Jó, igazad van, kérdés az, hogy mi a cél a felvételnek, mi a célja, és akkor oké, de csak én ezt a fázist, amikor kimondtam, csak azért, hogy színesebb legyen, csak azért, hogy zöldebb legyen, én ezt egy kicsit már. Én nem akarok erős kifejezéseket használni, de nem teljesen az egyenes útnak látom. Egy igazságügyi terméknél ez teljesen érthető. Tehát, hogy abszolút. Jó, akkor szerintem olyan irányba tereltük ezt a dolgot, hogy már mindenképpen át kell mennünk a mérések felé, úgy látom. Mindenki egyetért azzal, hogy a vállalkozási szerződés az egyetlen olyan dokumentum, meg a kiírás, tehát a megrendelő igénye, ami alapján az előbb elhangzottakat rögzíteni kell, mert nagyjából ez volt ugye az elhangzottak alapján a konklúzió, ha jól értem.
Jó, akkor ez egy konszenzusos dolog, akkor menjünk tovább, szerintem. Jó, tehát akkor inkább most térjünk át arra, hogy ami valóban egy műszaki termék lesz, amit akár a földmérők, térképészek, vagy valami hasonló szakterületen tevékenykedő mérnök kollégák hoznak létre. Itt mik azok a főbb kritériumok? És itt, ahogy Péter is említette, valószínűleg a legmeghatározóbb az a pontossági követelmény lesz, hogy ezeket a termékeinket valamilyen dokumentációval igazolnunk kell, hogy ez valóban eléri a megrendelést igényeit szolgáló pontossági követelményeket. Nyilván itt hozzátartozik, ami a korábban elhangzott kritériumok, tehát itt a szenzorméret, a felbontás, akár a dinamika, vagy az is egy fontos minőségi követelmény lehet, hogy például csak nyers, RAW formátumú képek, vagy akár valami tömörített JPG formátumot is föl lehet-e használni, vagy nem lehet felhasználni. Hogy ez milyen hibákat vihet bele egy ilyen kiértékelési folyamatban, az sem mindegy. A lehetett ajánlatra módosítanám, de egyébként teljes mértékben így gondolom én is. Na most itt az ajánlás szempontjából ugyanezeket a szempontokat soroltuk föl, tehát van egyszer egy képfelbontás, aminek ugye semmi köze nincs a terepi felbontáshoz ebben a formában. A fényképezőgép dinamikája az az, hogy egy térképen szeretnénk mondjuk tudni elkülöníteni egymástól a növényfajokat, szeretnénk látni azt, hogy milyen burkolatok voltak, vagy egyszerűen csak a geometriát szeretnénk látni. Ez nem függ ugye szintén a terepi felbontástól. A radiometriai felbontás ugye az két szempontból lesz már nekünk fontos. Az egyik az, hogy milyen gyorsan tudunk fényképezni, és mekkora tárhelyen tároljuk el ezeket az adatokat, a másik pedig, hogy mit láthatok a felvételeken, és ez lesz a mérlegnek a két nyelve. A felvételek elkészítési időszaka rendkívül fontos. Ugye meghatározni az időszakot, ami a megrendelőnek kell. Most nyilván mondhatnék egy belvíztetőzést, ami egy elég diszkrét dolog, és eléggé nem egy pontos naptári naptól függ, de vannak olyan dolgok, mint például a tenyész időszak, ami pedig inkább már jobban igazodik a naptári napokhoz, bár ugye manapság már erre sem igazán számíthatunk, mert az időjárás sem mindig megbízható. Akkor a felvételek elkészítése, ez megfelelő időjárási viszonyok, hogyha már itt tartunk. Ugye bizonyos szempontból befolyásoló tényezők lehetnek, és vannak kivételek, mindig vannak kivételek. Például, hogy ha mondjuk a belvíz elöntés vagy a felhőborítás az egy gátló tényező, akkor az ugye általában nem megengedhető. De van eset, amikor pont erre vagyunk kíváncsiak. Mondjuk egy árvízi vagy egy belvízi elöntése, tehát ott a felszínen megjelenő víz az már szükségszerű lesz. Úgyhogy ezekre mind oda kell figyelnünk. A felvétel érzékenysége és zajszintje, ugye elhangzott István volt, hogy aki felvetette pont a vonalban, hogy a zajszinten lát nagyon nagy problémákat. Ugye itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a zajszinttel is kell valamit kezdeni a szolgáltatónak, és a végtermék elvárt terepi felbontása átlag felbontásban és legkisebb elért felbontásban, itt a tetőről esett szó, ugye a tetőn nem olyan, mint a talajon, hát ez természetes. Valamint ugye a végtermék síkrajzi geometriai pontossága, és aztán, hogyha a végtermék már nem ortofotó lesz, akkor mehetnénk tovább. Visszaugrok az elejére, mert elmondtam azokat, amiket itt nagyjából fölírtunk magunknak az elmúlt időszakban. Tehát, akkor most ugyanezeket a kérdéseket feltesszük, csak most ortofotóra és térképzési termékre vonatkoztatva. Egyébként András, amit felvetettél kérdés, ez pont itt volt még a végén csak. Tehát, hogy a felvételeknél mennyire fontos ez, mi számít manipulációnak és mi nem. Erről majd kéne beszélnünk. Jó. Igen, tehát az ortofotóknál ott viszont valóban fontos ez, hogy ne lehessen manipulálni a képeket utólag. Tehát, hogyha mondjuk Photoshop-ban, hanem, tehát ezt kéne valahogyan mindenképpen definiálni, hogy mi az, amihez hozzá lehet nyúlni. Tehát mondjuk egy színkiegyenlítés különböző időben készült ortofotókra, mondjuk azért, mert hogy egyszer sütött a nap, egyszer nem. Hogy ebbe bele lehessen nyúlni, ne lehessen bele nyúlni, ezt mennyire érdemes egyáltalán szabályozni, vagy nem. Menjünk sorba szerintem, mit gondolsz? Hogy erről ki mit gondol. Kezdjük ezzel akkor? Szerintem. Jó, rendben, kezdjük ezzel. Nagyon nehéz megkülönböztetni, vagy hogy mondjam, a szándék felől tudnám ezt megnézni, mert hogyha a szándék a csalás, vagy a javítás, de ezt úgy szétválasztani, hogy egy határértéket mondani, az nagyon nehéz. Például én egy zajszűrés céljából egy algoritmust ráengedek. Nem is biztos, hogy javítok, mondjuk ez egy külön filozófiai kérdés, de akkor nem a csalás a szándékom, hanem a javítás. Vagy azt mondom, hogy igazságügyi kérdésekben előfordulhat az, hogy akár egy régi felvételről kivágom X elvtársat, ugye ilyen
tapasztaltunk, vagy hallottunk ilyenről. Tehát az megint egy más kérdés, csak nem tudom, hogy hol lehet ezt megmondani, hogy tehát a szándék felől tudnám, de a rossz szándék meg úgy sem mondja meg, hogy rossz szándéka van. Vagy, boncolgatunk, akkor nyilván, hogyha szükséges ortofotó, például egy bűnügyi helyszínnek a rögzítése során ez hasznos, ott mérni lehet sok mindent, de akkor mellékelni kelljen a natív felvételeket. Ugye ez mindig akkor lehetőség biztos, de arra, hogy az ortofotón valami kérdés fölmerül, vissza lehet nézni a forrásanyagokat, és megnézni, hogy azon rajta volt, illetve hogy volt rajta. És akkor ez kvázi garantálni tudja, hogy bármilyen manipuláció is megtörtént, az nyilván valamilyen hasznos cél érdekében történt, de vissza lehet nézni az eredeti felvételeket, és akkor ezzel kihúztuk a dolog méregfogát szerintem. Egyrészt, másrészt vannak olyan paraméterek, amikről érdemes beszélni itt is. Tehát a georeferált állomány geometriai, radiometriai és árnyalatbeli kiegyenlítésén túl a mozaikolás során milyen más folyamatok mehetnek még végbe. Tehát a kép illesztésén kívül, hogyha semmilyen más képmanipuláció nem terhet egy felvételt, akkor azzal már ugye egyfajta légköri korrekción is átvihetjük a felvételeket, mert ez paraméteres. Tehát ugye a paraméteres változtatásokat és a radiometriai kiegyenlítéseket, árnyalat kiegyenlítéseket megengedi ez a történet, akkor lesz egy szép seamless mozaikunk, tehát egy teljesen egységes mozaikunk, anélkül, hogy ebbe belenyúltunk volna. Tehát mindenképpen az átadás a nyilatkozatnak, csak ugye most nagyon előre ugrottunk már, tehát egy átadási nyilatkozatban javasolható egy olyan nyilatkozati pont, amely lenyilatkozza azt, hogy az előállító kijelenti, hogy a felvételeket a georeferált állomány geometriai, radiometriai állománybeli, árnyalatbeli kiegyenlítésein és a mozaikolás során végbenő képillesztéseken kívül semmilyen képmanipuláció nem terheli, esetlegesen egy légköri korrekció, amely valamilyen spektrométerből származó adatok alapján ment végbe. Mert hogyha ez így történt, akkor amiről beszéltél, az elviekben nem lenne lehetséges. Nem, jogszabály nem vonatkozik arra, hogy ezt nem lehet csinálni, viszont így, hogyha ez az ajánlás megvan, és hogyha ő ezt lenyilatkozta, akkor ő már igazából okiratamistást követ el abban az esetben, hogyha ennek nem felelt meg. Tehát ez egy nagyon fontos pont lehet, ami szerintem javasolható. De erre nyilván a szakma véleményét szeretnénk kérni, hogy ez így önmagában véve egy erős kitétel, vagy inkább a felesleges kategória tartozik. Kinek mi a véleménye erről? Vevő a szent, tehát ott minél kevesebb paraméter, meg valahogy általánosabb legyen, vagy minta legyen neki adva. Viszont amiről most beszéltek, az meg a lehető legrészletesebb legyen, mert az a dokumentációnak a része. Tehát amit magunknak csinálunk, vagy annak az igazságügyi szakértőnek, vagy a jövőnek, vagy akárminek újra felhasználhatóságnak, ott azok szakmai paraméterek, és ott tényleg a lehető legrészletesebb legyen minden, mint ahogy mindig is minden mérésnél 100 évvel ezelőtt is megkívánták a dokumentációt, meg ugye annak az újra feldolgozhatóságát, vagy megismételhetőségét. Tehát ott valóban ezek lényegesek, de ugye a megrendelőt ez abszolút nem is ért hozzá, meg nem is érdekli, nem is kell. Tehát majd válasszátok szét ezt a kétféle paraméter dolgot, hogy a megrendelő szempontjából, mert ezzel találkoztatok leginkább, meg a dokumentáció szempontjából. Jó, akkor közé is már dokumentáció, de igazából mi is ketté az egész történet, az összes pontot egyszer egy paraméter szempontból vettük el, akkor közé is már a dokumentáció szempontjából, itt igazából a dokumentum felégeződöttünk, amit próbálunk elvíteni, és ez nem is baj. Jó, tehát a légfelvételek műszaki átadásának feltételeik közé tartozhatná esetleg egy olyan átadásra szükséges dokumentáció egy önvizsgálat részeként, amely tartalmazza azokat a paramétereket, amikből összehasonlítható a megrendelő igénye az átadott termékkel, és ez nagyon fontos. A műszaki leírás mondjuk ortofotók előítése esetére vonatkoztatva, mint első pontban. Tehát először is a készítő vállalkozás vagy szervezet megnevezése, székhely és a termék munkaszáma, tehát egy alapvető dokumentációs adat lehet, gondolom én. Szóval közben bárki nyugodtan most... Hát most az a lényeg, hogy összeszedjünk minden olyan dolgot, amit egy saját belső dokumentációba elvárható, hogy mi elvégezzünk, leadjunk, dokumentáljunk és elrakjunk. Jó. Tehát, hogy mik kellene. Nyilván az ilyen alapadatok arról, hogy ki végzi, mikor végzi, hogyan,
milyen eszközzel végezzük a munkát. Annak menjen keresztül az eredeti felvételhez, hogy teljes részletességgel kell dokumentálni. Igen, tehát a módszertani dokumentáció azt mindenképpen kísérlem. És akkor az összes paraméter, amit felsoroltatok, meg még lehet, hogy majd hozzájön. Hát, még van bőle, tehát például igen, igen, tehát felvételek száma, most egy valami egyszerűt mondjak, tehát hogy hány képből állt össze az a mozaik. Ez egy pontos mozaik egyáltalán. Igen, igen. Tehát ez mondjuk releváns akkor mindenki szerint, tehát hogy ez egy fontos paraméter, vagy ez inkább egy olyan plusz adat, amivel nem tud senki semmit kezdeni? Ki hogy látja? Hát én nem tudom, hogy mennyire kell ezt részletesen, de az a mondatod, amit most nem tudok visszamondani, az egy ilyen minőségtanúsításszerűség, és az szerintem nagyon fontos, ugye mind ilyen a földmérési szakmában tulajdonképpen ez mindenhol ott van, ugye, hogy a minőségtanúsítás van egy műszaki leírásban szólásunk, úgyhogy azt én nagyon tudom javasolni, hogy egy ilyen pont benne legyen. Hogy mennyire legyen részletes ez, hogy hány felvételt, és hogyan azt egy belső műszakire esetleg el tudom képzelni, de hogy az amit itt a tanár úr is mondott, hogy az megvalósuljon, de ez mindenképpen, hogy én így fogalmazom, hogy ez egy minőségtanúsítás volt, amit itt elmondtál, hogy ezt én lenyilatkozom, hogy ez így. Egyébként ezért tehát a vállalkozói szférában is ez egy nagyon nagy kérdés mindig, hogy mi az, amit tertárazzunk, elrakjunk. Mert nyilván ilyenkor nagyon sok, több száz gigabájt felvétel összegyűlik egy-egy hónapban, és hatalmas a tárhelyigény, változnak a formátumok, nyilván 10 éven belül azért ez még megnyitható, hogy el kelljen rakni bármi ilyet. Tehát az összes nyers fényképemet el kelljen rakni, annak a jegyzőkönyveit, az illesztő pontozásnak a jegyzőkönyveit, vagy pedig csak a végterméket, meg egy dokumentációt, amiben felmesorolva, hogy mik lettek az eredmények. Tehát ez is egy fontos dolog, amit érdemes megfontolni. Szerintem, ha van eszem, elrakom, meg tárhelyem, hogy ez a zárójelben ez a alapvetés. Nem feltétlenül igaz, mert lehet, hogy a megrendelő az alapterméket is megkapja, sőt, nekem el kell távolítani a saját eszközeimről, mert ez egy olyan munka volt, hogy utána én azt ne tudjam felhasználni, az a megrendelőnek a szempontja. Tehát igen, én szóval találkoztam már ilyen munkával, igen, nem? Te is biztos. Igen, tehát ezt megint ketté gondolnám. Egyhogy ha fölmerült a kérdés az életemben, mint vállaló, munkavállaló, hogy később kérdés merül fel a munkaminőség, vagy bármilyen kapcsolatban, akkor nekem kell ugye a nyersanyagokat, vagy egyáltalán a feldolgozás minőségét, vagy menetét igazolnom, akkor én távolom. Ha viszont nekem a szerződésben az van érve, hogy az elkészített anyagokat utána át kell adnom, és ez nagyon át kell adnom, és az én tárhelyemről törölnöm kell, visszadolgozhatom törölni, akkor nem tudok ezt a megrendelő körülsége az, hogy a nagyobb adatok megmegyenek. Bármilyen kérdése, probléma, panaszom ennőkről, az ő felelőssége az, hogy utána ezt lehet egy dolgozni, mert nem hiszem, nekem törölnöm kell. Tehát ez a kettőt válaszol, kettő egy jogi lépés, hogy törlöm, és nálam magamnak ezzel nincs meg. Ha ilyen készelem nincs, én, mint vállalkozó, saját elemi érdekemben igenis távolom magamnak, terabájtokról beszélünk, nagyon gigabájtokról szerintem most már, és akkor is távol. És akkor van egy szekrényi Winchesterem, ami most is van, és csak azért vannak, hogyha bármikor kell, akkor én a katalóg szerint el tudom venni, és hiszek akkor, hogy onnan még az adatokat visszanyerem. De ez egy másik kérdés. Megvan duplálni a két terhelyen. Egy-két mást. Nem tudom. Hallatszunk akkor végül? Én ezt egy közben folytatom, hogyha nem baj. Tehát, hogy ezt nem tartom lényegesnek kikötni. Ugyanakkor viszont arra a pontra, amit Zoli mondott, rátérve, nagyon fontos dolog, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Tehát példának okáért, és ez nem követendő példa, csak elmondom, hogy nálunk hogy zajlik, hogyha az én megrendelőm azt szeretné, hogy nálam az adat ne maradjon meg, és esetleg nem én vagyok a felvételek fotogrammetriai feldolgozója sem, akkor azt a kártyát, vagy azt a Winchestert, azt az adathordót, ami a repülőgépen fönn van, azt fogom és átadom neki. Most ilyen esetben ez nem reális kérés, hogy nálam is legyen meg nyilván. Tehát pontosan az, amiről beszéltünk, mert ez előfordul. Tehát van ilyen megrendelő. Jó. Tehát szerintem akkor a speciális esetek kivételével azért rakjuk el, amit lehet, hogyha később újra fel kell dolgozni, vagy nagy isten egy új technológia, amivel még jobb eredményeket ebből ki lehet nyerni, azért nem baj az, hogyha megvan nekünk ez a... Igen, tehát ajánlás szinten működhet, de kötelezmény szinten biztosan nem, mert ugye egy év alatt mondjuk egy olyan 22 teres Winchester képződik a legkisebb cégnél is ebben az esetben. Ez egy gyors felszámolás volt most, de nagyjából reális, erősítsen meg, vagy cáfoljon meg, aki
dolgozik, tehát hogy azt gondolom, hogy ennek az értékét, ezt maga tudja mindenki, hogy az ő munkája mennyire értékes az ő számára a jövőben. Mm-hmm. És ez nagyon fontos szempont, hogy utólag feldolgozni, az mindig jobb lesz a szoftverek szempontjából kivéve. Hogyha nem volt megfelelő illesztés, vagy nem volt direkt tájékozás, mert akkor már nem találja vissza azokat az illesztési lehetőségeket. Tehát van olyan felvétel is, amit nem tudunk utólag jobban feldolgozni, de általában igen. Ja, még akkor gyorsan még annyit tennék hozzá az online nézőknek, hogy van egy kis mórikon, hogyha rákattint valaki és ott a tenyérjelre, akkor jelezheti, hogy szeretne hozzászólni bármelyik témához, akkor ezt fogjuk látni, és akkor be tudjuk kapcsolni őket is. Hogy is szeretett volna mondani valamit? Annyit, hogy nem jelentett az megoldást, hogy egy átmeneti időre tárolni. A megrendelő azt mondja, hogy a megrendelés minőségében átvettem, tehát hogy ne kelljen mondjuk végignézni akárhány száz felvételt, stb. A feldolgozásnál, hogy jön ki, mint jön ki, lejár az átmeneti időszak, és akkor innentől vége. Sokan nincs helyek. Ez teljesen jó. Akkor ezt ajánlani lehet, kötelezni, nem? Uh-huh. Viszont a felhasznált képek számát azt megemlíteni, azt lehet viszont szerintem javasolni, és azt megjelentem az meg az is fontos, hogy akkor azt is rögzítsük. Nyilván az exif adatokban most már benne van, hogy mikor készült ez a kép, uh-huh. hol készült ez igen. a kép, tehát ez nyilván mind fontos. Meg ami az egyik legfontosabb földmérési szempontból az ellenőrző mérések. Ezeket is elvégezik, vagy akár az illesztő pontmérésnél, akár az ellenőrző pontmérésnél, hogy ezt milyen technológiával mérjük. Van-e mondjuk egy építési területen, mondjuk ha nem is nem a mérnök geodéziai célra kell, akkor egy kiegyenlített alappont-hálózat, annak a dokumentációja, vagy hogyha egy átlagos szintű tervezési térképet készítünk, az elegendő-e minden esetben, hogyha mondjuk RTK megoldással mérünk illesztő pontokat, ellenőrzéseket, ennek a jegyzőkönyvei. Tehát ez is egy ilyen fontos dolog szerintem, hogy mit állíthatunk elő, milyen pontosság, mik a követelmények, ami már itt csatlakozik több olyan. És hogy hogyan közeljünk ezekhez fel, hogy ez szabványos legyen valamilyen szinten. Tehát ugye beszéltünk itt akkor, elmondom eddig minket. Tehát a felhasznált fényképek száma, ugye a készítők után, a légi fényképek fényképezésének dátuma és pontos ideje, mint egy nagyon fontos szempont, amit sajnos látunk olyat, hogy valaki nem rögzít, tehát ezt azért illene. A repülési magasságtartomány és az átfedések átlagos mértéke, ez a mai világban már egy elég alapvető információ, amit nagyon könnyű kinyerni a riportokból. Az átlagos terepi felbontás, ugye hát álom lenne azt mondani, hogy van egy terepi felbontás vagy mozaiknak, annak egy átlagos terepi akkor felbontás. Akkor itt a javaslat szerintem azt lehetne alkalmazni, hogy egy átlagos geometriai felbontás akkor, hogy nem csak a terep szintre vonatkoztatjuk, hanem a mérendő objektumra. Így van, adanás. Így van. Jó, és ugye az önellenőrzésből egy független, tehát nem a készítő szoftverrel, hanem már a kétdimenziós állománynak, hogyha ortofotóról beszélünk, akkor egy ellenőrző geodézi terepi méréséből az RMS-nek az átlagos síkrajzi mért értékei, tehát egy síkrajzi hibát közölni, azt mindenképpen érdemes, és a felületmodell áttekintő képét még érdemes lenne szerintem csatolni, erről beszéltünk Mátéval korábban is, mert abban nagyon sok minden kiderül. A módszerről és egyáltalán. Tehát, hogy aki már tud csatolni egy képet a felületmodellről, a riportból vagy bárhonnan, akkor ott azért látszanak azok az anomáliák, hogyha az átfedés mégsem volt betartva valahol, látszódhat rajta az is, hogyha valahol ez az állomány valamilyen hatásra tett. Ha ő részi a feldolgozást, mert meg nincs modell. Hát persze, így van. Vagy hogyha ugye... A repülést részi fel is dolgozza, akkor tud csatolni. Hát igen, igen, alapvetően igen, itt ez a szempont. De hát akkor se tud csatolni, hogyha egy meglévő modellre készíti, csak a meglévő modellre egy képet persze, de hogy alapvetően ez egy nagyon árulkodó dolog, és nagyon nagy bizonyító erejű dolog, ha már látjuk azt, hogy volt egy modell. Kicsit, igen. Bocsánat, utoljára szólok hozzá, de mint kívülálló engedjétek meg. Kicsit nem ide tartozik, de mégis. Nagy elismeréssel adózom az Egyesület létrehozásának azt, hogy megcsináltátok. Az, hogy az ajánlásokért, amit eddig tettetek, tehát, hogy konkrét dolgokat alkottatok. Ennek a mai kerekasztalnak is, ami nagyon jól indult, és biztos, hogy így folytatódna, csak és itt jön a konkrét megjegyzésem. Tehát, ha ennyire részletesen belemegyünk a témába, akkor estig itt leszünk, és még egy óránk van a hivatalos időből. Tehát azt kérném, hogy egy kicsit gyorsítsunk a tempón, hogy, mert most még a második pontnál tartunk, és 9 ilyen van, vagy nem tudom én, amit szeretnénk megtárgyalni. Tehát, ha nem lesz minden részletes, talán nem baj, inkább legyen egy átfogó képünk, és akkor majd jobban tudunk. Ennek egyében akkor. Jó?
Most nagyon röviden, tehát hogyha ajánlásról beszélünk csupán, akkor én azt gondolom, hogy ebben az ajánlásban mindenképpen meg lehetne fogalmazni azt, hogy a natív felvételeket x ideig minimum valahol elérhetően tárolni kell. Javaslatokkal javasoljuk, és oda lehet tűzni egy mondatot, hogy ezen időszakon túli felhasználásért már semmilyen felelősséget nem vállal a készítő sem, hiszen Gábor, te vagy igazságügyi szakértő, te tudod, hogy a digitális felvételek, nem tudom, hogy ma mennyire hitelesek, mennyire fogadja el a bíróság. Mert volt egy időszak, amikor a digitális felvételeket nem fogadták el, mondván, hogy manipulálható. Ma elfogadják-e? Ezt nem tudom. Megfelelő nyilatkozat mellett. Tehát ez pontosan ezektől függ, hogy van-e valamilyen olyan ajánlás, amit betartotta a készítés, amivel lenyilatkozza ezeket a feltételeket, ami alapján figyelembe vehető. Mert ugye manipulálták egyáltalán a képanyagot, az csak az eredeti felvételek alapján ellenőrizhető. Nem feltétlenül, de most már egyre veszélyesebb. Egyre melegebb ez a téma, igen, mert mondom, igen. Most már elég nehéz. Mindig egy kicsit egy versenyfutás igazából a képmanipuláció és az ellenőrző szoftverek között. Ez már 5 évvel ezelőtt is egy nagyon nagy probléma volt, hogy már olyan részletekre is figyelnek képmanipulálásnál szoftverek, amikre régebben nem. De itt igazából a jó hiszeműségből kell kiindulni. Tehát alapvetően abból, hogyha valaki... Igen, az emberi találékonyság az... Jó, persze, de alapvetően nem valószínű, hogy egy szolgáltató fogja manipulálni azt a felvételt, hanem inkább azt fogja manipulálni, akinek érdekében áll. Nyilván, hogyha valaki termel, és valaki tényleg termel, akinek van becsatlakozva ebbe a beszélgetésben online olyan, aki napi szinten 3-5 repül, és van, amikor hétvégén is megy. Tehát heti szinten mondjuk van egy minimum 14 felszállása, és megcsinál mondjuk ez lehet, hogy egy téma, de az is lehet, hogy 3, vagy heti 1-3 témát lerepül. Na most nem hiszem, hogy azokat a felvételeket ideje lenne manipulálni. Tehát nyilván kiindulhatunk abból, hogy lehetséges, de azt is nézzük el, hogy kinek van érdekes, hogyha most ezt az egészet szeretnénk úgy megközelíteni, hogy reálisan, és szeretnénk úgy látni ezt a dolgot, hogy termelékenység szempontjából fogjuk föl, akkor nyilván ezzel segítjük a szolgáltatót, hogy ő már egy olyan dokumentumot ad át, amit akár egyből tudnak használni bíróságon is, hiszen ő már ezt lenyilatkozta. Például visszatérve ez a ponthoz, ahol javasoltunk egy ilyen nyilatkozati formát erre. Igazából csak ebben szeretnénk segíteni. Egy mondat erejéig. Tehát az, hogy megéri-e vagy nem, ez mindig értékfüggő. Úgyhogy azt én nem nézném, hogy van-e ideje. Hirtelen lesz mindenkinek ideje, hogyha ennek akkora a tétje, hogy. Úgyhogy nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy egyértelműen tudom-e bizonyítani annak a valódiságát. Ez pedig úgy lehet bizonyítani szerintem, hogy minden felvételem, tehát a kezdettől a szerződéstől, hogy ezt el kell készítenem, a leadott dokumentációig minden lépés rögzített. A nyersanyagokkal, a manipulációkkal, vagy hát a feldolgozó eljárásokkal minden együtt, és akkor azt vissza lehet nézni. Mert úgy manipulálni valamit, hogy ebben a folyamban az teljesen tisztán eltűnjön, az nem mondom, hogy lehetetlen, mert semmi se az, de nagyon-nagyon bonyolult lenne. Tehát ott kibukhat. Ha ezt a folyamatot én dokumentáltan bármikor elő tudom adni, akkor azzal tudom garantálni, hogy az az anyag, az az eredeti. És ezért viszont ezeknek a tárolása, eltárolása addig, amíg, és az egy jó gondolat, hogy amíg el nem évül, tehát lehet egy határidőt szabni, addig kötelezően meg kell őrizni. Egyébként a jogszabályok is így rendelkeznek, akár hogyha mondjuk csak a NAV-ra gondolok, hogy a számlákat meddig kell megőrizni, annak is van egy határideje, utána már kidobható. Addig viszont ezeknek ott kell lenniük. Megszabni, hiszen itt a felhasználás az gyakorlatilag sokszor azonnali. Tehát itt egy-két év is elegendő. Elavulásnak. Igen, ez jogos. Jó. Amit még fontosnak tartottunk kiemelni, az, hogy az önellenőrzésnél a műszereknek a típusát és a GNSS szolgáltatónak a megnevezését, valamint a szolgáltatásnak az időpontját is érdemes lenne a jegyzőkönyvben rögzíteni ilyen szempontból, mert ezek így visszaellenőrizhetőek gyakorlatilag. Tehát egy ilyen jegyzőkönyvet vissza lehet nézni, és vagy akkor... Vagy nem GNSS-szel készül az illesztés, akkor milyen alappont hálózat. Pontosan. Ne ragadjunk le erről a témánál, majd a irányban meg lesz szívesen, megnézem, és akkor hogyan szó. Jó, rendben, folytassuk. Ja, akkor egy nagyon fontos kérdés viszont ez az ellenőrző pontoknál, hogyha ilyeneket sem, hogy kell-e, nyilván kell ellenőrizni minden munkánkat, mert nem csinálhatjuk meg azt, hogy lerepülünk egy területet, feldolgozunk, kapunk egy eredményt. Ez elő is van írva különben jogszabályi szinten, hogy minden geodéziai munkánál ellenőrző méréseket kell végezni. És itt ez egy fontos dilemma mindig, hogy mennyit kéne ezt, hogyan érdemes szabályozni, vagy tehát, hogy mit kellene ez ügyben tenni. Ez viszont szerintem az egy olyan kérdés, ami
elég irreleváns, és sűrgáljátok is. Hát, hány ellenőrző pontot kell mérni? Hát ez terület arányosan lehet meghatározni, hektáronként esetleg, vagy valami ilyesmi. Átadés, inkább átadésre mennék, mert ugye az, hogy egy pont hány képen képződött el, az is befolyásolja, mert az is a területnek én az alapja mondjuk. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz így tekinteni, hogyha hektáronként, mert hogyha valaki nagy magassággal készített képet, pont akkor is elég, ha 4000 képet készít, és mondjuk különböző időpontokban. Hát akkor abban maradhatunk, hogy az nagyon fontos, hogy ezeket vizsgáljuk, és minél több kutatási projektet próbáljunk indítani, amik támogatják, hogy ezeket meghatározzuk, hogy pontosan milyen feltételek mellett milyen eredményeket lehet elérni. Egy biztos, hogy ezeknek a koordinátáját és a számát azt mindenképpen rögzíteni kell, hogy visszaellenőrizhető legyen. Nem csak a számát, ugye, tehát ezt más területeken, más szakmában ezt úgy szokták mondani, hogy reprezentatív mintákkal kell lefedni. Tehát nem elég 50 darab pontot, de azt egy négyzetméteren 20 hektárról, hanem ezt az egész területet egy reprezentatív mintákkal kell lefedni, és úgy kell a mérési pontokat elhelyezni, hogy utána abból kvázi vissza lehessen számolni a teljes területre vonatkoztatva. Igen. És akkor itt a korábbi ajánlást azt egy-egybe beemelném, és akkor ezzel talán szűkíthetnénk az időn, ami a honlapon is megtaláltam, itt a Répályzolynak a vezetésével, ugye ebben a körben 3 évvel ezelőtt alkottunk talán, ahol a különböző síkrajzés magassági számításokat nemzetközi szabványokból emeltük át, hogyha ezen most nem változtatnátok, vagy nem, tehát hogy ezt lehet alkalmazni, vagy lehet javasolni egyelőre, akkor azt gondolom, hogy ezzel közölve, hiszen itt meg az interneten egy táblázat is közzétettünk, hogy nem tudják kiszámítani ezeket. Úgyhogy azok alkalmasok lehetnek arra ezeknek a közlésére. A mintavétel reprezentativitása az pedig nagyon változó. Egy vonalas objektumnál teljesen más nyilván, mint egy elalakúnál, vagy pedig egy rendes tiglalap alakú területnél. Tehát erre most nem tudunk ebben kitérni, csak az, hogy reprezentatívnak kell lennie. Talán annyi, hogy vannak olyan Pashbloom eszközök. Igen, volt egy sor háromszögelés, több háromszögelés. És ott nagyon szépen meg volt adva, hogy egy sor háromszögelésnél is, még egy vonalas létesítmény fényképezése, ez hasonló dolog, hogy X modellenként kell legalább egy illesztőpont. Vagy a több háromszögelésnél, hogy a lefényképezett terület keretén hogy helyezkedjenek el, hány modellenként, mert nem kell képenként, hány modellenként, és keresztirányban is hány, milyen sűrűn kell pontokat. Ez a régebbi anyagokban megtalálható, lehet, hogy lehetne abból puskázni. Mert ezek nagyon szépen, alaposan kidolgozott feltételek voltak annak idején, és attól, hogy ma digitális a technika, attól az nem változott. Az átfedésekben nézegettem ezeket, csak ilyen anyagokat sokat nézegettem én is. Igazából a fő különbség az, hogy az átfedések nőttek meg, ugye azért, mert nem fizetünk minden egyes felvételre külön, tehát az előhívásnak a költsége, a nyitásnak a költsége sok esetben kiesik, ezért... De ennek semmi köze ehhez. Az átfedés mértékével ugye... Tehát a technológia ugyanaz is a matematikai... Hát ott egy sor, hogy több állam szerint minimum 60% a soron belül átfedés volt. Most az, hogy 80% az átfedés, ez nem sokat jelent. Ha átfedéssel dolgozik valaki, akkor nyilvánvalóan ezzel sokkal több képpel fed le egy adott... De Gábor, ezt úgy lehet áthidalni, hogy azt mondom, hogy nem 3 modellenként, hanem 5 modellenként. Tehát pont ezt figyelembe vér, csak kiszámítani most optimálisan. Igen, igen, igen. Én is pont erre gondoltam. Hát itt csak olyan ajánlást lehetne összeállítani, ami a terület nagysággal, a repülési magassággal, a szenzor felbontásával összefüggően nomogramszerűen lehetne, hogy akkor nekem ez van, igen. És itt kiolvasom azt, hogy akkor nekem itt illene 10 reprezentatív ellenőrző pontot felhasználni. Ilyet el tudok képzelni, de elég bonyolult lesz ez a nomogram, mert már ugye 4 adatot mondtunk. Tehát ezt mondjuk egy honlapon lehet megcsinálni, nem egy nomogram, mert beírom az én adataimat, és abból ad egy választ, hogy hát itt legalább 8 pontot illene. És azt is még megmondhatná a repülési magasságból, akkor nagyjából tudja a szenzor felbontásból is tudja a terepi pixelméretet, hogy akkor mivel kéne azt megmérni, hogy esetleg elég egy RTK GPS, vagy még nagyobb pontosságot igényel. Szóval került itt az előbb az átfedés például, attól függ, hogy milyen munka. Most egy repülőgépes munkánál, vagy egy kisméretű kompakt drónnál teljesen más a szükséges átfedés szerintem egy nagyon sok képhez. Tehát legalábbis amilyen munkákat én csinálok, hogyha mondjuk 40 méteren végzek egy repülést, vagy 200 méteren, akkor magasabban nem szükséges olyan nagy, alacsonyan viszont sokkal nagyobb
átfedés, akkor szokott lenni a jobb geometria, de nyilván erre majd mindenféle egyéb vizsgálatokat is el kell végezni. Tehát ez is majd egy olyan feladat, amit szerintem mindenképpen meg kell vizsgálni pontosan. Én egyet szeretnék, mint még nem gyakorló szakember, hogyha nem tudom, hogy ezek a számok, amit a Zoli mondott, az reális élet, mekkora munkánál mennyi, de hogy ne legyen túl sok. Mert ugye most csak ha a GPS mérésekre, a 15-ös rendeletre gondolok, hogy ott elő van írva, és akkor nagyjából a földmérők agyában az van benne, hogy a pontoknak a 10%-át, de ott is van egy táblázat, megmérem. Ugye ez még működik, ahogy ugye látom, mint földhivatalban vizsgálom, hogy de már ez is néha ugye gondot okoz, mert vissza kell menni sok időt, tehát hogyha egy olyan táblázat jön ki, ahol, hogy mondjam, időben, gazdaságosságban teljesítetlen feladat, akkor azt ajánlhatja bárki, de senki nem fogja csinálni. Tehát azért mondom, most nem tudom ezeket a számokat, hogy itt mik jönnek ki az előzésre, időráfordításban, meg egyebekben, de szerintem erre az oldalra is oda kell figyelni. Igen, ez fontos, hogy gazdaságilag ez korrekt legyen, hogy túlságosan ne legyen kizárólag tudományos alapú az ellenőrzés, mert akkor el fogják csalni a munkavégzők, főleg a szűk határidős. Ha vagy a megrendelők nem hajlandók megfizetni, mert ha megfizetik, hát, akkor visszamegyek. Hát akkor igen. Az árba nem lehet ezt belekalkulálni, akkor nem feltétlenül. Sok esetben itt, tehát hogy csatlakoznék, más gond is van, mert most úgy érzem, hogy abban gondolkozunk, hogy kvázi síkterepen készül a felmérés, de én nekem nagyon sok olyan megrendelésem volt, konkrétan mondjuk bányákat. Hát oda menjen vissza az, aki a kijelölt 23 visszajelző pontot ugye szépen végig sétálgatja ott a külszíni fejtésen, szóval az nem mindig lehetséges. Tehát erre ezt akarom mondani, és akkor mindjárt átfedésre is rátérnék, ami miatt megint egy kicsit az a baj, hogy nem tudom, hogy meg lehet-e fogalmazni konkrét átfedéseket, mert hogyha egy földterületet vizsgálok, tehát fotózok, kvázi sík területet, akkor bizonyos régebben 60%, most ugye tudom, szeretünk fölmenni 80%-ra, meg nem tudom mire, meg lehet csinálni. De hogyha 3D modellt kell alkotnom, például egy bánya területről, egy külszínfejtésről, ott teljesen más átfedésigény, jóval nagyobb átfedésigény jelenik, meg nem csak soronként, hanem ugye a kép minden oldaláról nézve. Tehát megint kérdés az, hogy mi a célja annak a felvételezésnek, mi lesz belőle, 3D pont felhő, vagy sík fotók lesznek. Hogy ezért ez azt mondani, hogy most akkor 75%-os átfedést kérünk, vagy ez legfeljebb ajánlás lehet, vagy pedig megint arra gondolok, hogy megmondani, hogy bizonyos területeken, tehát alkalmazott területek szerint ez vagy az. És akkor ez ugye egy táblázat, és akkor kinézem magamnak, hogy én ezt csinálom, így csinálom, ott egy szám, annak kell megfeleljek. Igen, igen, ezt. Jó, rendben. Tehát akkor azért az megállapítható egyértelmű, hogy ez nagyon megrendelés specifikus. Nem lehet azt megcsinálni, hogy központilag egy szigorú szabályozás, vagy ajánlás, vagy valamit elvárunk mindenkitől, minden munkára, hanem ez nagyon munkaspecifikus lesz. Csabi, nem szeretnénk ebbe jelentkezni ezt a kérdést? Tegyük fel neki, légy szíves, még véget ér a felénél a felirat. De ugye azt írja, hogy ő... Azt ki tudott találni. Azt ki tudott találni. De mondd meg, hogy ki. Burai Csaba, aki jelezte, ő egyébként ő is egy olyan főleg UAV-kkal dolgozó kolléga, aki tényleg heti szinten nagyon sok munkát végez, nagyon magas tapasztalat van. Azt írja, hogy én építkezéseket dokumentálok országszerte, és minden alkalommal megkapja a megrendelő az utómunkát, fotókat, amelyeket ők is tárolnak. Ilyen formán én hiába is manipulálom a későbbiekben. És akkor azt írja, hogy igen, ez a mondat nem lett befejezve, tehát hogy ezért gondolom, hogy esetleg vagy fejezzük be a mondatot, és visszatérünk rá. Tehát igazából az eddigi, amit ki tudok venni ebből a hozzászólás lényeg az, hogy mivel ő átadja a felvételt a megrendelőnek, ő már utólag nem tudja manipulálni azt, hiszen a megrendelőnél van a felvétel. Ezt is, erre is próbáltam utalni egyébként, hogy igen, ebben az az érdekes, hogy van egy termelékeny munkafolyamat, amiben hogyha mondjuk egy szolgáltatónak érdeke lenne manipulálni a felvételt, akkor meg tudná tenni esetleg, vagy a megrendelő meg folyamatosan, amikor nála van a felvétel, a kettőt meg egyből lehet vetni egyébként, de nyilvánvalóan ez mindent ki lehet játszani, tehát ugye ennél nem maradnék, nem akadnék lenni a kérdésnél, mert elhangzottak a... Az egészben az a rossz, hogy igazából nem a tisztességes, etikus munkavégzők
felől közelítjük meg a témát, hanem a, csaló, a potenciális csalók felől. Tehát, hogy feléjük kell levédeni. Nem kell, tehát egy termékes folyamatot kell, egyszerűen csak biztonságosan. Hát ezért jobban nyilatkozat, mint az agyondokumentáltság. Tehát ugye valaki egy adócsaló lebukik, akkor módosítják az adójogszabályokat, és a 99%-nak rosszabb lesz utána, és az most kitalál majd egy másik módszert, hogy hogyan fog csalni, de viszont a 99%-nak rosszabb lesz. Tehát itt azért eléggé önmérsékletet kell még egy ajánlásba is, mondjuk ez nem kötelező, de még egy ajánlásba is, egyáltalán, hogy a második oldal után valaki még tovább olvassa, mert azt mondja, hogy ezt én meg nem csinálom. Igen, hát ezért próbálunk letenni az asztalra egy olyan szűkített javaslati csomagot, ami betartható, amit mindenki könnyen betart és szeretne megfelelni, és nem amiből kibújnak az emberek, vagy ugyanazt másolgatva adják be. Tehát van egy olyan pont, ami fölött az ember már nem képes ezt tartani, plusz egy ember kell ahhoz, hogy csak ezt elvégezze, és ezért próbáltuk megfogalmazni a minimum pontokat, tehát hogy mégis a fényképezésnek az ideje ilyen, mikor készült a felvétel, az, hogy hány képet tartalmaz, az könnyű kinyerni egy fényképet arról, hogy a modell hogy nézett ki, hogyha sík fotóról van szó, akkor is, hogy lássuk, hogy azért mi csak egy térbeli eljárás valósult meg, és nem ledokumentálni tényleg a cipőméretését is annak, aki részt vett benne, tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy, nem tudom, hogy Csaba közben befejezte a kérdését, mert hogy pontban van a vége, amit meg tudtunk írni. Visszatérünk rá, menjünk le szerintem. Volt egy nagyon fontos felvetés András részéről, hogy az interneten megtalálható különböző ajánlásokban és dokumentumokban, amik már természetesen elévültek meg régiek, ott mindent egy kalap alá vesznek az RGB ortofotókkal. És itt volt szó arról, hogy ugye multispektrálisan ki lehet terjeszteni sok mindent, de van olyan is, amikor a térbeli mérés nem térbeli szenzorral készül. És ez nagyon fontos, mondanak egy példát, ugye, vagy mondtunk közösen példákat, hogyha a turbulenciát mér valaki, azt is egy térképen föl tudja tüntetni, akkor a hőtérképező eszközök esetében a felbontás mindig sokkal kisebb, mint a hozzájuk tartozó RGB csatornákon. Ezért, hogy ez a 350-1100 nanométer közötti tartományban történő ajánlási szisztém, ami szerint tényleg lehet felbontásról beszélni témánként, és a cél, a térképezés célhoz megfelelő felbontásokról, meg lehet beszélni dinamikáról. Ezt azért le kell írni és rögzíteni kell, hogy 1100 nanométer fölött és 350 nanométer alatt ezt már ne akarjuk ráhúzni mindenre. És erről fontos beszélnünk ténylegesen, mert vannak olyan radioaktivitás mérések például, ahol aztán ez lehetetlen volna, hogyha egy RGB felvételnek a felbontására szeretnénk ezeket ráhúzni. Tehát ezeket mindenképpen külön kéne kezelni. Jó, rendben, akkor menjünk is tovább, hogyha nincsen hozzászólás. Egyébként azért szerintem elmondható, hogy az összes különböző típusnál azért mindig ugyanaz, ahova kiukadunk, nem, hogy az ellenőrzés, vagy a pontosság az, ami például most késő következő pontoknál pontfelhőknek a különböző vizsgálata, vagy domborzatmodelleknek vizsgálata. Itt jóformán ugyanazokat végig lehetne sorolni, mint amiket felsoroltunk egy ortofotó készítésnél, vagy bármilyen oblik felvétel készítésénél, amik fontos követelmények. Nem tudom, hogy mennyire kéne itt a különböző részletekbe belemenni, vagy ha esetleg van-e bárkinek olyan gondolata, amelyik ehhez kapcsolódóan fontos lenne. Nekem van egy az, hogy a pontokhoz tartozhat különböző kiegészítő információ, képinformáció, ugye RGB információ, vagy pedig egyéb a magassági információ és a koordinátapáron kívül, hogy ezt érdemes a fejlészben rögzíteni már, mert ez befolyásolja azt is, hogy milyen szoftverre használjuk fel, stb. Tehát, hogyha van ide egy jegyzőkönyv, akkor ezt még hozzátenném az eddigiekhez. Jó, hát és akkor még itt szintén fontos az, hogy a következő pontok nézzük, hogy ezek általánosságban egy olyan ajánlások, amiket érdemes megfontolni, viszont vannak olyan szakterületek, vagy olyan munkatípusok, amik úgymond ilyen kiemelt munkák, ott is nagyon fontos ezeket jobban rögzíteni. Valamire lehet jogszabály, bányamérésnél, ahogy is volt erről szó korábban, ott is teljesen más követelményi rendszerek vannak, itt például a bányamérési törvény is. Tehát erre külön vannak olyan követelmények, amiket figyelembe kell venni itt, és azt is érdemes majd megvizsgálni, hogy mennyire lehet összhangba hozni ezeket. Hogy később akár nekik érdemes lehet-e valami módosítási javaslatokat tenni, vagy bármilyen jellegű dolog. Mert ezeket nyilván régen írták, azóta annyi új technológia van, ez mindig a legnehezebb, hogy a technika sokkal gyorsabban halad, vagy fejlődik, mint ahogy a jog ezt követni tudja. És az is fontos, hogy akkor ezt erre valamit kitalálni.
akár a mérnökgeodéziai alkalmazásoknál ott is szintén, hogy lehet-e egyáltalán egy mérnökgeodéziai munkához valamilyen fotogrammetriai eredményt felhasználni. Nyilvánvalóan igen. Nyilvánvalóan igen. Ez teljesen igaz, sőt, hát mi csinálunk olyan felvételt, ahol 10 milliméter alatt van a terepi felbontás, mondjuk extra nagyításokkal, stb. Hát azokkal, tehát jóval a centiméter alatti tartományba el lehet jutni, csak ezek elég ritkán alkalmazott. Nem biztos, hogy ebbe kell az ajánlásnak nagyobb mértékbe bele mennie. Főleg ugye akkor jó, hogyha gyorsan lezajló folyamatokról van szó, akkor a geodézianál nincs nagyon jobb módszer, mint a fotogrammetria, vagy hát némi elektronikus adók, szenzorok vannak azért, de nem a hagyományos geodézia. Hát ez egy speciális terület, ami nem biztos, hogy ide be kéne tenni, én nem tudom, mert ez annyira százalék alatti alkalmazás. Persze, én arra próbáltam ezzel célozni, hogy ne legyen kirekesztő az ilyen speciális területek számára sem, nehogy az legyen, hogy meg lehetne oldani, csak valami annál szigorúbbat, vagy éppen sokkal, tehát úgy van kitalálva, hogy ne lehessen alkalmazni ott. Igen, hát véletlenül is akár. Tehát, hogyha elhangzik egy olyan, hogy vannak bizonyos kitételek, és az általánosan a fotogrammetriára igaz, vagy a fotogrammetria termékeire, akkor nagy gond van ezeknek a jogi értelmezésénél, ezért érdemes vagy külön kitérni rá, vagy pedig megengedően fogalmazni eleve, hogy ne legyen piac és rendszer szűkítő a történet, és a jövő technológiával is számoljon. Hát itt azon is múlik a dolog, hogy ez egy ajánlás lesz, vagy később egy jogszabálynak a melléklete lesz, vagy ennek alapján készül egy olyan, azt külön kell választani. Ma a mérnökgeodéziában szinte nincsen jogszabály. Tehát már ami a technológiákat, a feldolgozásokat, ilyesmit jogszabály szintjén szabályozna, nincsen. Tehát így jó lenne, ha lenne, de az se térhet neki mindenre. Igen, de egyébként ezt szerintem azért kicsit szomorú is, így főleg a szakmánkra való tekintettel, hogy nincsen, ugyanis egyre jobban fel fog higulni, és mindenki csinálhat olyan dolgokat, amit nem tanult, amihez nem ért. Tehát szerintem nem szabad azt, hogy mindenki azzal foglalkozzon. Azért ketté válaszol, Máté, az nem teljesen igaz, hogy bárki mindent csinálhat, az azért valamelyes szabályozva van, az másik kérdés, hogy nincsen jól kontrollálva, vagy nincsenek jó ellenőrzési pontok, de az, hogy hogyan csinálja valaki, abban nincsen jogszabályszintű dolog. De annyira gyorsan változik a technológia, hogyha most ugye ma a legjobb és a korszerű technológiákkal a legjobban megfertőzött szakemberek csinálják, 2 év múlva már biztos módosítani kell. A mai jogszabályalkotásban rengeteg a módosítás, de hogy szakmai jogszabályok 2 évente megváltozzanak, az lehetetlen. Ez nem is kívánnám, hogy jogszabály lenne, jogszabály, mert akkor kőbevésed dolog így van. Lesz. Nem is jellemző egyébként, ha megnézzük, a jogszabályok általában valamilyen ajánlásokra hivatkoznak, de a fő probléma tényleg az, hogy csak azokat a paramétereket szabad egyáltalán gócsolá vennünk, amelyekre igaz az, hogy már 100 éve nem változtak. Azért vannak ilyenek, tehát most, amik elhangzottak abból... De holnap meg fognak változni. Nem biztos, hát gondoljunk, sőt, szinte biztos, hogy nem. Hát gondoljunk bele abba, hogy mondjuk egy felbontás vagy egy geometriai pontosságról, hogyha beszélünk, és egy szegmensnek, hogyha nagyobbra van szüksége, nagyobb felbontás, nagyobb pontosságra, az a vállalkozási szerződésben vagy a kiírásban fog megjelenni. Tehát ezeket szerintem egy jogszabály semmiképpen sem írhatja le, de még egy ajánlás sem. Mert hiszen az a megrendelő igény alapján készül. Nekünk viszont inkább egy ajánlás szinten olyasmiben kéne gondolkoznunk, amivel mind a megrendelő, mind a szolgáltató fel tud készülni az elvárásokra, és amikor beszélnek egy paraméterről, és egy paraméterről, egy számról, egy limitről, egy értékről, akkor tudják, hogy mihez viszonyítanak mind a ketten. Tehát ezt a kapcsolatot kéne megteremteni, és hogyha 2 évente változik egy ajánlás, az csak jó, mert akkor mindig frissül. A legnagyobb baj az, hogyha nincsen. És Máténak ebben nagyon erősen igaza van, hogy nem azt mondanám, hogy a szakma higul föl, hanem talán inkább az a fő probléma, hogy nagyon sok szakterületet érintünk, és ennek a szakterületnek a kapcsolódása lassabban jön létre, mint ahogy arra a társadalmi igény megvalósult. Tehát 10 éve beszélünk olyan történetekről, amiket valójában már régen összhangba kellett volna hozni valamilyen szinten. Ezt gondolom. Hát akkor
akkor igazából az egyértelmű lett, hogy mi az, ami nem változik, az az, hogy milyen pontosság kell, és azt kell elérni, azt kell mindenképpen elvárni az emberektől, hogy egy megrendelés függő pontosságot, megbízhatóságot ezt dokumentáljuk, és tudjuk igazolni megfelelő szakember minőségtanúsítása mellett, hogy az valóban annyi, amennyi. Én tovább mennék azért, tehát itt a pontosság, a felbontás, a dinamika, ami elhangzott ma, radiometriai felbontás és egyéb olyan tényezők, ezek azért olyan nagyon nem változtak sem a digitális világban, sem az elmúlt 50 évben nem változnak ezek a tényezők, számítástechnikáról beszélünk és képalkotásról, tehát a passzív optikai termékek esetében azért ezeket a paramétereket, ezeket érdemes rögzíteni egy vállalkozási szerződésben például, és ez szerintem ajánlható. Mit gondolnak erről? De rögzíteni, tehát nem elvárni, hogy annak kell lenni, mert ma ennek kell lenni, és jövőre olyan szenzorok fognak megjelenni, ötre ilyen jó lesz, hanem elvárni azt, hogy magát a tényt rögzítsük a vállalkozási szerződésben. Azt lehet. Én ezt pontosan így értettem én is. Ellenvetés vagy hozzászólás ehhez, tehát hogy ezeket meghatározzuk, ezeket a minimum paramétereket, amikkel foglalkozni érdemes. Kívülről esetleg, vagy itt bent, nincsen. Jó, akkor szerintem tovább mehetünk, ha úgy van, még hova. Jó, hát ezt nem tudom, hogy... Jó. Igen, érdekes. Csaba mondata érdekes a számomra. Nagy volumenű építkezések esetén bizonyító erejű lehet egy adott időpillanatban készült felvétel egy adott állapotról. Ez műszaki szempontból is egy esetleges későbbi peresügyben is döntő szerephez juthat, mondja Burai Csaba. Köszönöm. Ez ténykérdés, és ezt alapvetően tapasztalatomból azt tudom mondani, hogy ez nyilvánvalóan a bíróság fogja eldönteni, hogy figyelembe veszi ezt a felvételt, vagy nem is, hogy milyen jelölkös körülmények vannak, és ebben egy jegyzőkönyv az sokat dob alatba. Tehát igazából ez csak megerősíti szerintem az itt elhangzottakat. De, sok ilyen terület van, tehát valóban én is végeztem ilyen felméréseket, de ugyanúgy a agrárágazatban mezőgazdasági felvételeknél szintén az időszakos felvételeknek az időrendi vizsgálata szintén fontos lehet, és az akár jogi feltételek vagy jogi vizsgálatokra is alapot adhat, hogy a gazda időben elvégezte például a zöldítés, vagy nem tudom, sok-sok mindent. Ezeknek ugye a dokumentáltsága egy vegetációs periódusban lehet fontos. És hogyha mondjuk megkapta érte a megfelelő támogatásokat, és az már lejárt, onnantól kezdve ezek a felvételek már nem relevánsak, nyilván törölhető, de addig ezek az időszakos felvételek, függetlenül attól, hogy egy-egy esemény már lezajlott és leadtam, fontosak lehetnek, hiszen éppen egy folyamatot kell vele vizsgálni vagy bizonyítani. Tehát visszatérünk oda, hogy én azt gondolom, hogy minden vállalkozónak elemi érdeke, hogy amennyiben jogszabály vagy szerződés külön ezt nem tiltja, őrizze meg a felvételeket legalább addig, amíg ez releváns. Én azt tartom furcsa, hogy nem érkezett olyan hozzászólás akár kívülről, hogy tehát miért nem RAW-ban fényképeztek, és ennek elébe is mennék. Tehát ugye a kamera RAW mintadat az a fotogrametriában ma még sajnos nem annyira dívik, mert ugye a felvételeknek nem csak a tárolása miatt, de a kiolvasási sebessége miatt a berendezéseknek nem tudnak olyan gyorsan fényképezni, hogy az átfedés meglegyen. Nyilván lehetne lassabban haladni, de ez nem elvárható. Tehát a gyakorlat az, hogy tömörítetlen JPEG formátumon és TIFF formátumon készülnek nagyon sokszor a felvételek, vagy a kamera RAW elmondott, hogy nem manipulálható, de hát ez sem igaz. Tehát azért azt is lehet, tehát egy nyers adatot is lehet valamilyen szinten manipulálni és visszafejteni. Tehát a gyakorlat azt mutatja, hogy például ez is egy nagyon nagy csapda, hogyha szeretnénk azt, hogy az országban nagyon sokan dolgozzanak, akár a geodéták új eszközével egy UAV-val, és ezáltal akár az országos adatok felbővüljenek, hiszen hogyha sokan dolgoznak nagyon sok helyen, nagyon gyakran, akkor ez egy olyan adatforrás, amit kár lenne eldobni magunktól. De nagyon lehetőség. De hogyha lekorlátozunk ezt, és azt mondjuk, hogy például csak RAW-ban lehet fényképezni, vagy azt mondjuk, hogy csak, nem tudom, 40 megapixel fölötti eszközzel lehet fényképezni, akkor eldobjuk magunktól az adatot és az ismeret lehetőséget. És most függetlenül attól, hogy ezek különböző minőségű állományok, kár lenne egy ilyen értékes kincset, egy ilyen adatbázis lehetőséget elvetnie magának a köznek gyakorlatilag. Úgyhogy nem szabad, hogy egy ajánlás is akár kizárja ezeket a file formátumokat, amiket legtöbben használnak, hiszen vagy bőszintén, hogyha
vannak olyan csoportok, ahol 4000-4500 ember van bent, aki fényképez, és ezek közül mondjuk 3-400, de akár 500, aki ortofotóval kísérletezik, és ezeket összeállítja, akkor jövőben látható, hogy a legérdekesebb, legfrekventáltabb helyek az országban igenis el fognak készülni hobbiból, vagy pénzért, szolgáltatásban. És ezek mind olyan lehetőség, amivel igazából egy térképészeti, egy térképi lefedettség növelés érhető el. Viszont ezt a lehetőséget vetjük el magunktól és a köztől, hogyha azt mondjuk, hogy ezeket nem veszük figyelembe, és nem tesszük lehetővé azáltal, hogy formátummal vagy bármilyen más módon igazából lehetetlené tesszük ezt a szegmást. Igazából szerintem a fő pontokon azokon végigértünk. Nagyjából a konklúziót azért le lehet vonni, hogy nagyon... Igen, tessék. Ajánlás kapcsán. Igen. Nekem mindig volt egy veszőparipám. Volt egy mondat, amit gyakorlatilag majd minden évfolyamnak elmondtam, nem tudom, Máté emlékszel, nem olyan pontosan mérünk, ahogy tudunk, hanem ahogy kell. És ez mindent meghatároz. Eszközt, módszert, mindent. Ezen túl lehet paramétereket tenni egy ajánlásba, persze, de alapvetően ebből kell kiindulni. Tehát igazából a piac határoz meg minden fontos paramétert. A mottója is lehetne ennek az ajánlásnak. De azért szerintem nagyon fontos, hogy olyan szinten viszont ezt muszáj irányítani, ezt a folyamatot, hogy szakemberek végezzék ezeket, és nekik legyen azért egy iránymutatás. Tehát nagyon sok olyan kolléga van, aki frissen szállna be, nagyon tetszik neki ez a technológia, nem is tudja, hogy álljon ennek neki. Viszont hogyha van neki egy segédlet, egy ajánlás, hogy mik a javasolt beállítási funkciók, mikre kell odafigyelnie egyáltalán, hogy korrekt munkát adhasson le, ahhoz viszont egy ilyet mindenképpen szükséges összeállítani. Így van, így feltétlenül. Csak bízni lehet abban, hogy ezek az új vállalkozó jellegű emberkék, ezeket elolvassák, hogy hajlandók lesznek egy kicsit beletanulni ebbe a dologba. Nem olyan régen volt egy konferencia, ezt lehet, hogy neked már mondtam, hogy volt egy előadó, meg volt a pénze, meg mit tudom én, drónba beruházott, és akkor ilyeneket mondott előadás, hogy ortofotóztunk. Hát a bicska kinyílt a zsebemben. Tehát ennél szakszerűtlenebbül beszélni nem lehetett. Látszott, hogy nem ért hozzá, csak befektetett. És ezért fontosak egyébként ezek az ajánlások, meg hogy ezeket egymás között úgy ismerjük és betartassuk. Meg hogy azért így a szakmában konszenzus, hogy milyen fogalom alatt mit értünk. Így van. Nagyon sokan máshogy gondolják ezeket, tehát ez fontos, hogy egységes legyen, és ezeket tudjuk publikálni, illetve a rokon szakterületeknek is, vagy akár a felhasználó szakterületeknek, és akkor egy idő után így kialakulhat szerintem egy működőképes rendszer. Péter, ezt nem mi fogjuk betartatni. Ezt a megrendelő egy vállalkozási szerződésben tudja eltöpni, és a megrendelőnek kell az ajánlás igazából legtöbb esetben. Tehát amikor van egy kamarának egy belső szabályzata, vagy ajánlása, vagy bármi, akkor azért nagyon jó, hogyha elérhető széles körülleg, mert amikor születnek ezek a szerződések, bődületes szerződések, tehát tudnék mesélni, csak nem szabad. Tehát, hogy én nagyjából szerződés tervezetet éves szinten egy olyan, nem tudom, 40-50-et tudnék itt kitenni a falra, hogy valami szakmabeli, nem tudom, ilyen viccfalat csináljak. Tehát, hogy az a baj, hogy kinézegetik mindenhonnan ezeket az információkat, hogy és akkor ez az ortofotóztunk, ezt én értem, de hát ennél sokkal durvábbak vannak. Tehát a lényeg az, hogy csak egy mindegy, olyan paraméterek, amik egymással ellentmondanak, stb. Ilyeneket kell elképzelni, tehát nem vicces, inkább szomorú. De a lényeg az, hogy nem nekünk kell betartatni. Egyszerűen arról van, hogy valaki beszáll ebbe a szakmába, és találkozik a megrendelővel, és a megrendelő tudja, hogy mit szeretne, akkor olyantól kezdve fel kell, hogy nőjön ehhez. És ez sokkal erősebb, mint bármilyen jogszabály. Higgyetek el nekem. Most a betartatni alatt nem azt értettem, hogy mondjuk mi, mint egyesület üssük a vasat, hanem szakmán belül a szakemberek tartassák be a többiekkel is, akik próbálkoznak. Nem tudják, tehát ezt tudom, tapasztalom, hogy az egyesület, ez pont szakemberek. Jó, naív vagyok, öregkoromra naív vagyok. Hozzák az ajánlatokat, hogy a megrendelő adta oda neki, hogy szabadott vagy nem szabadott, ezt nem tudom, és mutog lobogtatja, hogy ez történt. És nem, tehát nem tudja. Igazából az oktatásnak van nagyon-nagyon jelentős szerepe ebben, meg annak, hogy tehát a publicitásnak.
ez a másik, ami minden másnál erősebb. Mondjuk ez az én tapasztalatom, de én így gondolom. Na, hát attól függetlenül meg kell próbálkozni, hogy ezt azért terjesszük, és az ilyen szervezeteknek, mint a miénk, meg az egyetemeknek, ahol képezzük a jövő generációit, szerintem ez egy nagyon fontos feladata, hogy ezeket megismertessük, és azért egy idő után el fog ez terjedni, mert ha teljesen így hagyjuk káoszban az egészet, akkor viszont más szakterület ki fogja sajátítani. Hát ők nem foglalkoznak, mert majd megcsináljuk, ők kicsit máshogy értik a fogalmakat, lehet, hogy ez nem is annyira szakszerű, mert nem ezt tanulták, tehát hogy ezeket azért karban kell tartani. Én azért fölhívnám arra a figyelmet, hogy az informatika meg a villamosmérnökség mindenhová benyomul. A geodéziába, vagy a térképezésbe is benyomult, ugye? Úgy, ahogy a fotogrammetriát sokkal inkább ők a robotlátás szerint közelítik meg. Mi megpróbálunk ortodoxak lenni, és használjuk a saját kifejezésünket, miközben ők azt meghaladták, és mi is azokat a szoftvereket használjuk, amit az ő logikájukon építenek föl. Ugye most egy saját példa, leadtam egy cikket, és ott az ortodox a fotogrammetriába használt kifejezéseket kérték rajtam számon, miközben a nemzetközileg már széles körben, körülben használt kifejezéseket használtam, ami a robotlátás irányából közelíti meg ezt a dolgot. Ha mi ennyire ortodoxak vagyunk, akkor itt maradunk egy szigeten. És mi leszünk az okosok, csak senki se lesz ránk kíváncsi. Tehát ilyen szempontból azért itt legalább ebben nyitni kell, hogy nem kell ragaszkodni az ortodox dolgokhoz, és uram, bocsánj, a tömb háromszögelést elfelejtettük egy életre. Nem azt mondtuk, hogy tömb háromszögeljük, hanem csak miatt a két hoztam. Jó, nem azt mondom, de szóval nagyon megváltoznak a technológiák. Nagyon megváltoznak a technológiák, és a szakzsargon is, főleg avval, hogy nem a fotogramméter szakma gyártja már ezeket az algoritmusokat, és sokkal több kutatási terület, meg pénz jön máshonnan, ami ide lecsorog tulajdonképpen, azt lehet mondani, amit mi is föl tudunk használni. Hát az úgy csak megerősíteném azzal például, ami a meteorológia meg a geodézia között történt. A meteorológia egy általánosabb szakma, és hát nekünk is annak a fogalmait kellett átvenni. Tehát most azon még nem érdemes vitatkozni ilyen szakszavakon, hogy melyik fog győzni a jövőben, majd kiforja magát. De biztos, hogy ha ilyen ajánlás készül, most csak, ha tetszik magunknak, ez jó minta lehet. Például a bányamérés felé, ahol azért az utóbbi időben nyitottak. Meg ugye a földmérés felé is, azt kell mondjam, mert mégiscsak, ahol próbáltak nyitni, vagy ilyen kísérleti munkát csinálni, de végül is nem jött össze. Tehát szerintem ott is egy inspiráló dolog lesz ez, hogy a hagyományos katasztér térképnek a felújítása felé is legyen egy minta. Még azt tudnám ajánlani, hogy tényleg legyen ilyen mintaállomány is, vagy, tehát ami elektronikusan letölthető, valaki végig tudja csinálni, valami kisebb feladat, ami ugye a régi, visszamennék a 100 évvel ezelőtti szabályzatokra, ott is csináltak ilyen előírásokat, azok után, hogy már kitapasztalták, kipróbálták, akik elől jártak, és a lehető legtöbbet tudták róla, azok írták a szabályzatot. Hát most se tudunk jobbat csinálni, mint tapasztalatokból kiindulni, és ha ilyet közzé teszünk, az talán jó minta lesz a jövő. Két dologra reflektálni. Ugye a fogalomtárat azt folyamatosan Engler Péter vezetésével pontosan ilyen interdisziplinális módon frissítjük, mert igazából nagyon elavultak a régiek, és ez megtörtént, amit mondtál. Tehát pontosan ez zajlott le. Volt egy üléssorozat, amit mert nem mi végeztünk, és igazából nem is tudom, hogy van-e jogokból a beszélni, hogy ezt kihagynám. A lényeg az volt, hogy bekértek tőlünk állományokat szakmagyakorlóktól, amelyeket töltsünk föl egy szerverre, hogy majd a jogalkotónak tett javaslataikból igazából ezeket alkalmazva hát tesznek egy javaslatot. Na most, amíg én ott voltam, ezek nem kerültek elő, mert hát ezek ilyen több gigabájtos dolgok voltak, úgy nem nagyon szerettek hozzányúlni a résztvevőjének ezeknek az üléseknek, pedig tényleg fölkerültek arra, hogy a szerver az állnak, mert az Egyesületen keresztül bekértük akkor az adatokat, nem tudom, hogy akkor már
akkor még nem, de nem voltál itt, de hogy igen, tehát volt erre, és ez egyébként egy nagyon hasznos dolog, amit előre bocsátanék, hogy érdemes lenne kicsi kivágatokkal kezdeni, hogy hát akkor jobban kipróbálják őket. Ugye nyers felvétel, illesztőpontok, föntszerzett adatok, tehát direkt tájékozási adatok és az eredmény így fel voltak pakolva egy szerverre, de szerintem az vagy letörölték, vagy a mai napig nem nyúlt hozzá senki, tartok tőle. Pont annak a kísérletnek a keretében történt ez, amiről az előbb, amit szóba hoztál. Tehát, hogy igen, ez egy nagyon jó ötlet szintén, hogy mintaállományokkal lehet támasztani ezeket a dolgokat, de alapvetően, amiről beszélgettünk, az elmúlt 10 évben már olyan széles körben zajlik, hogy muszáj foglalkoznak vele. Még egy dolgot vetnék fel, hogy ez az ajánlás majd milyen pixel méretig vagy felbontásig lesz érvényes, mert hogy valaki majd űrfelvételeket meg a Google térképet akarja ebbe belevenni, vagy abba akarja betranszformálni, meg én nem tudom mit csinálni, tehát valamit kéne arról is mondani, nehogy ott tév útra menjen. Mindenképpen ez fontos definiálni, hogy ez az egész mire fog vonatkozni, milyen eszközök, nem is tudom, hogy milyen felbontásra értelmezzük, milyen platformokra. Hát Magyarországra az űrfelvételeket talán nem biztos, hogy szabályoznunk kéne, vagy elő ajánlást hozni hozzá, mert... A régi felvételezésről van szó, azért ide én a műholdakat már messze nem hoznám be, tehát ez... Bár az 1-2 köbdeciméteres műholdakkal is csinálnak már 3 méteres felbontást. Hát arra mondjuk az érdemes kitérni, hogy ha ilyeneket használnak fel, akkor ezt mire használják fel, hogyan használják fel, mire kell odafigyelni, mert ugyanezekre oda kell figyelni, hogy azoknak milyen műszaki tulajdonságai paraméterek. De ugyanezek, tehát a paraméterek, amiket az előbb fektettünk, azok gyakorlatilag oda is jók. Tehát ott is ugyanúgy megvan a bitmérség, ott is ugyanúgy megvan a spektrális felbontása a csatornáknak. Tehát nem mondom, hogy ezzel gond lenne. A szegmensekkel lesz a probléma, tehát ennek az egésznek, amit most itt nem tudunk megfejteni, és ami akár évekbe is telhet, sőt, az, hogy az egyes szegmenseknek, az erdészetnek, a természetvédelemnek, a településeknek, a geodéziának és a többi, és mint felhasználóknak kellenek-e limitek. Mert ugye dolgoznak limitekkel most is, de hogy ezeket frissíteni kell, ez már nem ennél az asztalnakról persze előjön. De ez az a részlet kidolgozás, ami javasolható, de nyilván az adott szakterületnek a szakemberei kell, hogy leüljenek, és ezt megbeszéljék, és úgy, hogy ne csak a fotogramméterek, és ne csak a felmérők, és egyáltalán, hanem azok, akik ezekhez adatokkal dolgoznak. Jöjjenek be azok az emberek, akik nem tudják, hogy ez hogy készül, de felhasználják, és ki fognak derülni nagyon érdekes dolgokat, higgyetek el. Nagyon érdekes dolgok, hogy miket vezetnek le azokból az adatokból, amit én, mint készítő lehet, hogy nem javasolnék például, hogy milyen dolgokat nem aknáznak ki, milyen jeleket nem aknáznak ki az adatból, ami meg jól jönne nekik, és lehet, hogy nagyon sok pénzt elköltenek arra, hogy más adatforrásból szerezzék be, és innen is levezethető. Tehát ez már egy másik kerekasztal témája lehetne, és nem is biztos, hogy mi lennék a legrelevánsabbak, hogy azt levezessük természetesen. Mintaállományokkal kapcsolatban nekem, ezt tudom, hogy plusz munka, de voltak olyan negatív tapasztalataim, amikor például szó volt arra, hogy hány képet készítek, és én balga módon az árajánlatomban megadtam, hogy az adott feladatot, mit ami hány képből fogom megvalósítani, meg van egy szám a végén, hogy egyből fog kerülni, és jött vissza a válasz, hogy ez nagyon jó, de ő nekik ez egy kicsit sok, nekik fel annyi kép is elég lenne. Na most ugye itt megint ugye ő nem szakmabeli, és akkor nem megy. Ezért például a mintaállományoknak nem csak azt kell megmutatni, hogy ez a felbontás, vagy ez a dinamika tartomány ezt jelenti, hanem éppen azt is oda kell írni, hogy és ilyen-olyan paraméterek változtatása mellett már ez nem garantálható, tehát kell ellenpéldát is mutatni, hogy és itt egy ilyen dinamika tartományú kép, hogyha csak egy felvételt készítek, hogyha ilyen szenzorra, hogyha akkor ez lesz belőle, ez kell, vagy az kell, vagy amaz kell. Tehát, hogy kellenek negatív példák is, különben ez nem fog működni az átlag felhasználó szempontjából. Tehát ez megint egy gyakorlati tapasztalat, amit... Visszajutottunk az eredeti kérdéshez, ami volt, tehát, hogy akkor mit kell megadni a megrendelőnek, ugye, mert az ő érdeke a szent, hogy ha ő azt akarja, hogy 1 centi, meg 5 milliméter, meg nem tudom mi, akkor az azzal jár, hogy. Így, ez egy jó megfogás. A mintaállományokban szerintem nem az lenne az elsődleges cél, hogy olyan állományokat tegyünk föl valahová, akkor valaki egy feldolgozást meg tud ismételni, hanem mondjuk azt, hogy ilyen kiinduló adatból ez lett az eredmény, igen. És a megrendelőt orientálni, és nem a vállalkozót, mert mindig az jött ki, hogy
a vállalkozó azt csinálja meg, amit a megrendelő kér, amit racionális áron meg lehet csinálni. Tehát a megrendelőt kéne inkább orientálni, avval, hogy végterméket, meg esetleg valami kiindulót, vagy annak a paramétereit, vagy valamilyen. Ez a végtermék, Józsikám, hektáronként X forintba kerül. X és Y forint között kerül, vagy ha árról is szó van, de hogyha ilyet akarsz, akkor ez egy bonyolult folyamat, és nem az van, hogy kimegy valaki, fényképez kettőt, és akkor neked kész is van, és akkor miért kér ő ezért, nem tudom, egy magas összeget. Ha jól értem, azt mondod, hogy ne is egy teljes munkafolyamatot kellene bocsátani, hanem egy végeredményt és egy paraméterlistát. Nagyon tetszik, nagyon jó. Még amit hozzátennék, hogy ne egy PhD-snek a 3 év alatt készített, legszuperebb időjáráskor elkészített, valaha a legjobb munkáját kelljen ilyenkor ajánlani, hanem egy átlagos minőségű munkát, mert azon nagyon nehéz versenyezni, amikor az ember az elmúlt 10 évnek a legjobb munkáját kitesz ilyen példának, hanem fel kell kérni független szervezetet, hogy megversenyeztetni erre mintákat, és azt mondani, hogy jó, rendben, ez már elég rossz, elég jó ahhoz, ami kell, de elég rossz ahhoz, hogy be lehessen tartatni gyakorlatilag, és ugye ez legyen az etalon, ne pedig az a munka, amit mondjuk egy olyan mérőkamerával készítek, amit mi magunk raktunk össze arra az egy feladatra, és tényleg az összes energiánkat beletettük, hogy a legjobb legyen, mert nyilván tudok ilyet is felpakolni egy ilyen tárhelyre, de ezzel nagyon kiszúrok a többi szolgáltatóval, mert nem fogja tudni reprodukálni, hogyha nem olyan az időjárás, tehát hogy egy olyan rövid intervallumon belül, ahogy kell esetleg. És most azért elhangzott itt sok minden a különböző szakterületek, és nem csak a légitérképészetben, hanem mindennek nagyon fontosnak tartalám azt, hogy az összes szakma mindig belső körökben, saját konferenciákon megbeszéli, hogy hát ezt így kéne, azt úgy kéne, ez sem jó, az sem jó, mert hogy a másikok azt csinálják meg ezt. Most azért, hogy nyitottunk több szakterület felé, hogy kicsit így pont a gondolatok, hogy kicsit más szemszögből közelítik meg, így meg tudjuk ismerni egymásnak a gondolatait, a problémáit, és így tudunk tárni így a széles felhasználói kör felé. Tehát szerintem így egy sokkal konstruktívabb végeredményt tudunk elérni, hogy nem csak egy szakterület emberei vannak bevonva egy ilyenbe. Nyilván, igen? Én látom, hogy igen, nyitunk, de közben meg zárni akarunk, tehát valahol a minőséget akarjuk biztosítani, egy védelmet azok köré, akik ezt szakszerűen csinálják. Tehát ezt úgy nyitni, hogy közben meg a minőséget. Igen, itt máshogy, tehát hogy a minőséget, mint egy megrendelési célt, azt nyilván szigorúan kell venni, hogy ki mit teljesíthet. Igen, inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy a fókberséget szeretnénk kizárni. Tehát itt megjelent az a baj, és én egyébként szakmán kívül vagyok, hogyha úgy, bocsánat, én ugye a betolakodó informatikus. De ezzel együtt azt gondolom, hogy minden egyéb szakterületen a gyógyászatok, ugye megjelentek a kuruzslók. Itt is. És az bizony bosszantó, amikor nekem azt mondják, hogy nem kell nekem a kárfelméréshez, nem tudom, 200 képet csinálni, fölmegy egy DJI Phantommal, csinál egyet, és megmondja, mennyi a vadkár. De most én ezeket szeretném kiszűrni, mert ilyenekkel találkozom. Tehát szerintem nem zárunk, hanem inkább a nem hozzáértőket szeretnénk kizárni, és ezzel akkor a minőség más garantálódik. Így van, tehát egy minőség. És a mai napon egy csomó olyan paramétert meg tudtunk határozni, és le tudtunk fogni egy körbe, amelyek variábilisak szakterületenként. Tehát azért is nyitottunk, és nyitásnak fogalmaznám ezt, mert például mondjuk egy természetvédelmi feladatban nem mindig a pontosság, nem mindig a geometriai pontosság a fő paraméter. Ugye ott indultunk, mivel a szakterületetek nagyon ide vág, ezért mindig a pontosság volt, meg a terepi felbontás az elsőről beszéltünk, és ezt is próbáltuk ugye tágítani, hiszen gondoljunk bele, hogy ott lehet, hogy sokkal több spektrumot, vagy nagyobb geometriai felbontást használnak. Tehát kell nekik egy 2 cm-es terepi felbontás valamihez, vagy 0,5 cm-es, mondjuk az én esetemben, amikor gémtelepeket ellenőrzök, és tudni akarom, hogy milyen fajok vannak ott, de mindegy, hogy 20 cm-vel arrébb van-e. Tehát a geometriai felbontás sokszoros, a 20-20-szor is kisebb lehet a geometriai pontosság, mint a felbontás. Egy másik módszerben, vagy egy másik cél, másik iránycélban pedig pont fordítva van. Nem is kell akkora felbontás, nem kell akkora elemzési részletesség, de a terepi felbontáshoz képes, viszont egy olyan pontosság kell, ami mondjuk 1,2 pixel, tehát már közelíti a pixel értéket, mert mondjuk egy fontos jogi procedúrában nekem tényleg ezek a távolságok lényegesek, és szeretném minél olcsóbban, költséghatékonyabban megközelíteni ezt a dolgot. Tehát a mi feladatunk most inkább ezeknek a paramétereknek a körének a lehatárolása volt ma, és én úgy gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk. Azt majd az idő. Még egy-két megjegyzést engedjen, amit a szaknyelv, szakmaiság, szakzsargon,
Én egy szakterületnél nagyon fontosnak tartom azt, hogy abban a terület, azon a területen dolgozók egy nyelven beszéljenek. Rengeteg tényleg olyan szakterület van, ahonnan jönnek be szakzsargonok. A szakzsargon az majdnem párhuzamos a pongyolasággal is, meg esetleg a szakmaiatlan kifejezésekkel is. Ha el is fogadunk ilyen szakzsargonokat, fogadjunk el, mert nem tudjuk elkerülni. De azért ezt mi értelmezzük, és fordítsuk le a saját nyelvünkre, és várjuk is el, hogy ne pongyolán fogalmazzunk, hanem szakszerűen fogalmazzunk. Csak ennyi. Hát én ezzel kapcsolatban azért érzem, hogy ez egyben nehezebb, mert két szoftver, ami ugyanarra a célra szolgál, másképp nevesít egyes fogalmakat. És mind a kettő mondjuk angolul beszél. Tehát itt azért annyit lehet tenni, hogy értelmező szótárakat adni, és keresztfordítást adni ezen fogalmak közül. Már ősrégóta létezik geodézia, meg matematikai statisztika. Nem ugyanazt a fogalmakat használja. Mi nem úgy nevezzük, mint ahogy a statisztikusok. Most középhiba vagy szórás, most már mindenki érti, de mégse ugyanaz a szakzsargonja, ez elkerülhetetlen. De mondjuk akár országonként eltérő azonos nyelvűen melnevezést is kitalálnak. Azért pont, hogy le kell fordítani a saját szaknyelvünkre. Mert ezeket a programokat is akár ilyen programozó matematikusok írták, szakmai ismeret nélkül, komoly matematikai meg programozó ismeretekkel, de szakismeret nélkül. De tudod, mi volt a baj, hogy nem találtak az interneten egy olyan fogalomtárat, amit csinálsz. Tehát, hogy a hiány volt a baj mindig. Tehát, amikor ezeket a szoftvereket akár angol nyelvterületen valaki megírta. Nem, nekik volt egy bevett szakzsargon. Én nem azt mondom, hogy az rossz, csak más. Igen, de valahogy igen. Én emlékszem arra, amikor mi mezőgazdasággal kezdtünk foglalkozni, már értem geoinformatikai szinten, és haláztuk a neten azt, hogy nem akarunk butaságot odajönni a szoftverről, volt egy határidő, ugye. Ezek így születnek, hidd el, ott is. És amikor rendelkezésre állnak az ajánlások és a fogalomtárak, akkor egy sokkal szebb világ jön el, tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy sokat hozzátesz azért ezeket, és hogy ezek minél jobban egy mederbe legyenek szorítva. Hogy egy kifejezésre, vagy egy értelemre ne 20 szó szülessen meg. Ja, tehát egy fogalomtár az dinamikus, nem egy statikus valami. Igen, az dinamikus, hiszen világos, hogy jönnek új kifejezések, új egyetek, amiket be kell emelni oda. De ezért fontos, hogy az, hogy egy nyelven beszéljünk, ez valószínűleg soha nem fog megtörténni. Ugyanakkor az, hogy ugyanazt értsük alatt. És erre való, tehát ugyanúgy, mint egy PhD dolgozat megír az ember, a jelölés rendszere van, egy bevett általános jelölés, de jogában áll bárkinek a világon akármilyen más jelölést alkalmazni, csak azt definiálni kell, hogy az van jelölés alatt, mit ért. Ez a fogalomtár, tehát én ezt kiemeltem, amikor készült el a dokumentum, akkor is ugye beszéltünk erről, hogy kiemelten fontosnak gondolom azt, hogy azokat a fogalmakat, amit alkalmazzunk, azoknak legyen egy magyarázata. Igen. És akkor már meg fogjuk érteni egymást, és ugyanazt fogjuk mondani, noha nem ugyanarra a szakterületre érkeztünk. Így van, pláne azért, hogyha ne adj Isten valami probléma történik egy beruházásnál, előveszi ezt a cég jogásza, és megnézi, hogy hát mi erre az ajánlásra hivatkoztunk. Mik ezek a fogalmak benne? Kell, hogy legyen mögötte valami anyag, hogy azért ez egyértelmű legyen, hogy miről is beszélünk. Mi ezért Péter vezetésével ezért kezdtünk egy ilyet kidolgozni, ami persze módosítható, bővíthető. Ugyanúgy folyamatosan módosul, hiszen egy kiegészítés alatt áll. Kapjuk az e-maileket, és most szívesen beolvasnám azt, amit legutóbb kaptunk, aztán nagyon kedves e-mail, de ezt most nem teszem meg. Tehát az, hogy nem, nagyon pozitívan, tehát hogy Szegedről üdvözölték ezt a rendszert, most nem tudom, mi másra gondoltál. A lényeg az, hogy kapjuk az e-maileket, mivel egészítsük ki, már légy szíves, mi az, ami bizonytalan, és mi az a három szó, ami szerint nem tudják eldönteni, hogy melyiket használják. Tehát ezeket tovább is fogom adni, csak ma reggel érkezett pont egy ilyen. Tehát ezek folyamatosan bővülnek, sőt az alján, már föl is soroltuk, hogy így nyugodjanak meg, mert ezek be fognak kerülni, csak hát pár hétre szükség van hozzá. Tehát itt látható a legolyan a fogalomtárnak, hogy amik nincs, tehát a hiányosságait is felsoroltuk egyből, amik már látszanak, tehát hogy azok, akik beküldték, érezzék, hogy törődünk ezzel a dologgal, csak hát nem olyan gyors a történet. De igen, a fogalomtár is elkészül, sose lesz készen, mint mondták, mert dinamikusan fejlődik. Valamint van itt nekünk egy ilyen, amit már Répás Zoltán vezetésével készült, ami a
az ortofotók és egyéb légitérképző termékeknek a geometriai pontosság ellenőrzésére ad segítséget, és ha lejjebb megyünk, akkor látjuk azt, hogy itt erre kattintva majd letölthető egy Excel. És ezzel az Excel táblázattal egy olyan szolgáltató, aki most szeretne szolgáltatni, vagy egy olyan megrendelő, aki nincs tisztában az, hogy kell ezt kiszámolni, és le tudja ellenőrizni, beviszi az eltéréseket, és a szakmai szempontból elfogadható módon gyakorlatilag tálalja a sima Excel, ami egyébként nyitott, tehát a képletek is mind kibányászhatóak, tehát bárki el tudja készíteni a dokumentációt a saját termékéhez. Ez szerintem már 3 éve fönn van az interneten, és az Egyesületnek mindig is ez volt a cél, hogy ennyire nyíltan és egyértelműen segítsük azt, hogy mindenki egy nyelven beszéljen, egy nyelven kommunikáljon egymással. Hát, igazából ez egy ilyen open source tudásba is az Egyesületnek a tevékenysége, és egyébként ez is egy nemzetközi szabványra épült, tehát nem három nemzetközi szabványra, tehát ezt nem 3 magyar felhasználó találta ki, hogy szerintünk ez így lenne, hanem ez egy bevett nemzetközi gyakorlat. Nyilván lehet mindenre módosítgatni, finomítgatni, de valahol ezeket el kell kezdeni. És lehet mást is használni, mert ez nem jogszabály vagy ilyesmi, ez egy segítség, egy mankó, és bárki választhat mást is, de ha nem talál másikat vagy jobbat, akkor használhatja ezt is. Igazából így fogalmazni. Még annyit a feladat lehatárolásáról. Tehát ugye most arról van szó, hogy légifelvételekből egy termék, és szkennerből, vagy pontfelhőből, vagy termék, tehát az most egyelőre nem, de biztos, igen, de biztos, hogy ezt is be kell integrálni. De igen, majd. Tehát ez nem lehet kihagyni majd. A beszélgetésre még ez a szűk terület is nagyon sok, tehát legalább 10 ilyen alkalom kéne, hogy ezt le tudjuk tárgyalni. Az aktív távérzékelés az igazából annyira más technológia, hiába a végtermékünk hasonló, annyira más technológia, hogy nyilván azt én külön tárgyalnám igazából. Jó. Tehát terve van de véve, terve van véve, de ez igen, is nyilvánvalóan, ez biztos, hogy... és ebben szeretnénk majd még több olyan szakembert is bevonni, akiknek pedig az a speciális szakterülete. Tehát nyilván azért nem, én személy szerint semmit nem szeretnék így megmondani, de tehát ne az a 2-3-4 ember mondja, aki egy technikával foglalkozott 20 évet, hogy a másik technikát hogyan kell csinálni. Nyilván fontos információkat átadunk egymásnak, de ezt azért nem szabad összecsapni. Amikor az Egyesületet 15-ben alapítottuk, úgy emlékeztek rá, hogy akkor 32 cég volt az, aki emellett letette a voksát, és akik gyakorlatilag ezt a párbeszédben benne voltak. Ezt nem úgy elképzelem, hogy 32 cégnek a tulajdonosi köre meg a szakemberei leültek egy asztalhoz, hanem egy év alatt szépen feldolgoztuk az ő problémáikat. És úgy kezdődtek ez a közös gondolkodás. És most is van ilyesmit szeretnénk elkezdeni, és azért szerettük volna, hogy online legyen, hogy bárki be tudjon jelentkezni, hogy azok az emberek szólassanak hozzá először és a leginkább, akik mögött repülési tapasztalat van, vagy feldolgozási, vagy kiértékelési tapasztalat van, vagy hát nagyon régóta ezt csinálják. Ez nagyon-nagyon lényeges. Igen? Igen, tehát hogy azért... Akkor itt az alkalom, hogy a technikai munkatársaknak megköszönjük a segítséget, mert az, hogy ezt mindenki élvezhette, az is kellett egy kis hozzáértés. Igen, és ezt nagyon szépen köszönjük is ezután voltaiknak, mert ez nem jöhetett volna létre ez a mai, hogyha ők nem teszik bele az energiát, és a fotoképen keresztül nem hirdetik meg ezt a mai eseményt. És hát nagyon szépen köszönjük a hozzászólóknak is, hogy követtek minket az interneten keresztül, és hogyha egy ilyen zárásban termék egy héten belül beküldenek véleményeket az e-mail címünkre, ami a honlapon megtalálható, akkor azokat is igyekszünk beépíteni majd ebbe, és készül majd egy jegyzőkönyv, és egy ilyen összefoglaló erről a mai napról, amit közé teszünk a honlapon is majd, és a tagságnak szét is küldjük. Túl nagy donátság, hogy írjon be bárki. Hát nem azt, hogy mindenki belenyúljon. Már mibe? A fogalomtárba. De ott van rajta, hogy írjon be bárki, és egy e-mail cím. Az így van most is. Csak Péter az, aki összefogja, hogy mi is egy szakember gyűrje egybe az egészet. Ja. Jó, hát akkor szerintem a fő témaköröket megbeszéltük. Látjuk, hogy nagyon sok a feladat meg a teendő, de egy irányt azért ki tudtunk tűzni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett itt a mai napon, itt a helyszínen vagy online. És bízunk benne, hogy lesz folytatása, akár még szélesebb körben, még több szakembert felvonultatva, és nem csak itt inkább a piaci vagy egyetemi szférából, hanem akár a egyéb kutatási vagy állami szférából is majd fogunk tudni megbeszéléseket tartani mindenféle kollégával. Illetve azoktól az emberektől is várjuk a megkereséseket, akik tegnapi napi szinten ezzel dolgoznak, bármilyen kérdésük, problémájuk van, hogy segítsük egymás munkáját, mert ennek az egésznek az a célja. Hogy nagyon szépen köszönöm akkor mindenkinek. Köszönjük szépen!